És most következni fog a 4-4 csapatkapitány, aki el fogja dönteni, hogy ki kezdi a mérkőzése, és természetesen a térfélről is választanak a felek. Lassan kezdjük akkor a felsorolást is. A Wolves oldaláról 53-assal Bicskei Dániel, 75-össel Dr. Vági Ádám, segíteni fogsz majd nekem, kérlek, Mário 3-assal Bencsics Márk, és 28-assal Madarasi Richard, az, akik a Budapest Wolves színeibe a csapatkapitányok. A Fehérvár oldaláról pedig 77-essel Horváth György, 99-essel Lekrinszki Márk, 64-essel Hartai Gábor és 52-essel Péter Csaba. És csak a rendkedvéért addig gyorsan a játékvezetői tím pedig Udvardi Gyula, Kaiser Viktor, Pribil András, Ragályi Balázs, Farkas Ádám, Szőke Tamás és Barabás Balázs fogják. És Fehérvár hordhat vissza. Így van, a pénzfeldobást a Fehérvár Antronesz nyerte, és a visszahordást választották, tehát azt szeretnék, hogy ők támadjanak az első alkalommal. Meglátjuk, hogy milyen formációt választ. Ugye a Budapest Wolves is hisz, láttunk már olyat, hogy egyből egy onside kickkel kezdték a mérkőzésüket, tehát természetesen ez is szabályos. Nyilván ilyenkor azt tudtuk mondani, hogy ez egy kick-off, tehát ugye kirúgás, de az, hogy egyébként ténylegesen támadni fog az ellenfél, az azért sok mindenem múlik. Szerintem azért a Wolves egy kicsit óvatosabb lesznek a mai nap kezdésével. Nem feltétlenül fognak onside-dal kezdeni, de meglátjuk, mire lesz elég az ő offenszük. Bocsánat, a védelem. Elnézést. Semmi gond, hát én olyan hirtelen kezdtük el ezt az adást, ezt a be éneklést, úgyhogy még mi is kicsit kapkodunk, de össze fogjuk szedni a gondolatainkat, és aztán természetesen minden megy a saját rendjébe. 12 perces egyennegyed, 4-4-ből áll egy mérkőzés, 3-3 időkérés van mindkét csapat számára fél időnként. Ezek az alapok, és talán a legfontosabb alap, amit mindenképp az új nézőknek el szeretnék mondani, hogy 10 yardot kell megtenni 4 kísérletből a támadó alakulatoknak, ha már természetesen ők fönt lesznek, mert ez még a speciális egység. És ugye van egy speciális egység, ami a rugó csapat általában, és természetesen a visszahordók, támadó és védő egységet külön-külön vesszük. Ezt mind-mind el fogom mondani, most a speciális egységet láthatjuk. És ugye minden amerikai futballmérkőzés egy kick-off-val kezdődik, most is ez így fog történni. Ryan Tulsol fog visszahordani, és Szakács Ákos. És azonnal egy onside kick, ahogy ezt beszéltük! És rövid. Elment a 10 yardot. És jöhet a Wolves. Tévedtem. Én mondtam, hogy én nem lepődtem volna meg, ahogy mondtam, nem lepődnék meg abban, hogy onside kickkel fog kezdeni a Budapest Wolves. Nem hal, hát mondjuk azt, hogy akkor így egy meglepetéssel igen, kezd a Budapest már Wolves. Korábbi meccseken is észre lehetett venni, hogy az Antronesz is nem 10 yardon áll, hanem 12, szóval már konkrétan elárulják, hogy ők nekik konkrét szándékük nincsen ott maradni, felszedni azt a labdát, így könnyű kihasználni, ha már egy-két lépést a másik irányba hátrafelé megtesznek, viszonylag nehéz visszafordulni arra a labdára. Így van, hát sajnos! Fehérvári oldalon mindenképp sajnos így kezdődik a mérkőzés. Tehát ahogy mondtam, nem feltétlenül a Antronesz fog támadni azért, mert visszahordás válasz. És rögtön futással kezd a Wolves! És egy passzív 3 yardos futás. Max Nedelszky volt az, aki megcsinálta a szerelést. 32-essel pedig Danku Dávid volt, aki futott. Hurry up offense, vagy pontosabban inkább no huddle offense láthatunk, tehát nem állnak össze a csapatok, hanem egyből neki álltnak, második és 7. És még egy futás, ott nincs sok hely, de így is kiharcolja magának azokat a yardokat. Szintén Danku volt. Igen, ezt a trap play-t elég szépen eladta a Wolves most. Az egész védelem elindult az ő baloldaljuknak. Harmadik és 5, továbbra is hurry up offense, tehát folyamatosan pushol. És rossz snap. Rossz snap, egy passz, és sikeres a passz. Poltai megcsinálja a szerelést ugyan, de 46-ossal Varga Péter elkapta labdát, már is first down.
pörgősen kezdődik a mérkőzés. Igen, a rutinnal próbálja megzavarni a Wolves a fehérvári védelmet. Mondom, arra gondolnak, hogy még annyira nem tudott összeszokni ez a védelem, mint az ő támadó egységük, így ki fogják használni a rutint. Meglátjuk, hogy elég lesz-e. Próbálnak zavart ejteni a... Még egy rossz snap! És... hosszú a passz! Incomplete! Bartos Ferenc lett volna az elkapó, de... És Péter Csaba beköszönt a Volt csapattársának. Igen, hát rossz volt, azt ismételten gurult a földön, úgyhogy ezt kihasználva Péter Csaba oda is tudott érni, második és 10. Ismét... 5 elkapó. Empty fieldet láthatunk. Meccs is kiforog, keresi a társat, eldobja a labdát! És Koltai talán napban nézett, nem látta a labdát megfelelően. 10-es számmal Gecser Máté kapta a labdát. Ez egy hatalmas hiba volt. Igen, Koltai megállt egy pillanatra, nem látta szerintem a labdát, ahogy fölnézett. És így aztán nem is sikerült levédekezni. Már is goal line defense szinte, hiszen a red zone-ban mindenképpen van, az 5-ösön áll a labda. A Wolves villámkezdést intézett egyből. Nézzük! Futójáték! És egy gyönyörű szétszerelés! Péter Csapa! Sattelmeyer Richard volt az, aki futni próbált, és egy jó mínusz 4 yardos futást láthattunk, ez azért nagyon fontos volt. Második és gól! Most Danku fönt egy running backként, megint teljesen áthívják az oldalt. Nem jó azt, ne? Bencs is ki tudta adni a labdát, de egy óriási szerelés! Ha itt folytatja a Wolves, akkor a Bencs is Márknak lesz feladatja menekülni. Igen, Bencs isnek ez biztosan nem esett jól, szépen vissza átért azért a védelem. Harmadik kísérlet, időkérés, és ez mindenképp nagyon fontos, hogy meg sikerült megtorpantani a Budapest Wolves-t. Harmadik és gól ugyan, viszont ez 11 yardról kell megtenni, tehát azért egy kicsit sikerült visszaszorítani két remek védekezés után, hisz két futás volt, de mind a kettő mínuszos szerelés. Igazából ez a hosszú passza kivével viszonylag jó védekezett az Entroners. Igen, nagy játékot nem engedett, főleg az legelején, de aztán, hogy te is mondod, az a hosszú passza sajnos nagyon nem jött jókor. Továbbis azt mondom, hogy ja, furcsa lenne, mert talán nem napban nézett Koltai, de nem látta a labdát, tehát megtorpant egy pillanatra, és utána gyorsított fel, de ekkor már ez Gecsernek ajándék volt, meg is szerezte a labdát. Ami talán itt ilyen szempontból a legfontosabb az, hogy sikerült a szerelés is. Hát és inkább az első negyedbe kövesse el ezt a hibát, mint a negyedikbe szoros meccsnél. Ez teljesen így van, tehát azt gondolom, hogy csüggedni semmi jók. Amiért lehet kicsit szomorkodni, az ugye az onside kickes rész, hisz lehetett talán picit számítani arra, hogy a Budapest Wolves így kezd. De talán nem hitték el a fiúk ezt. Na nézzük, harmadik és 12. De hát először a 12 yard az touchdown térne, tehát ezért nem mindegy. Egy motion. Rossz a snap. Lekriszki elcsúszik, és nem sikerült. Egy yardra se teszik le a labdát, negyedik kísérlet. Hihetetlen, hogy az elkapók ezek még a Bencsisnek a rossz dobása is még belefért. Így van, nagyon nem volt jó az a dobás, de sikerült összeszedni. Nézzük meg, hogy field goal-ra mennek, vagy touchdown-ra. A negyedik kísérlet, ahogy mondtam, 4 kísérletből kell 10 yardot megtenni, az esetben ugye a 4 kísérletből kell touchdown-t szerezni. Bencs is jön vissza, tehát valószínű, hogy akkor a touchdown szeretnék megszerezni, hisz egy yardosan állnak. Ha nem sikerülne pontot szerezni, akkor onnan támadna az Entroners, ami azért legyünk őszinték, nem egyszerű. Standard eye formation-t láthatunk. Nézzük, egy futás középen, és touchdown! Budapest Wolves! A Wolvesra kell számítani, hogy nagyon agresszívak lesznek egész mérkőzésen.
erre szerintem végig az Entronis védelmek fel kell készülnie, hogy ilyen agresszíven fognak kijönni. Így van, hát egy I-formation, de középső futás nagyjából erre azért lehetett számítani ebbe a fölállásból is. Meg is tudták oldani. Na nézzük akkor! Van-e ebben trükk, vagy tényleg az egy pontos szeretnék megoldani? Jabari Reagan majdnem át tudott jönni. Zászló van a pályán. A zászló pedig azt jelenti, hogy büntetés. Lehet, hogy Jabari Reagannek kicsit korai volt. Tehát ami nagyon fontos, ugye, amit kézjelekkel mutatja be a játékvezető, hogy mi történt, a sárga zászló egyébként a szabálytalanságot jelöli, offside volt, lesz, egyik védő belógott a labda vonalába, vagy azon túl, és ez ugye 5 yardos büntetés lenne, azonban amerikai futballban meg lehet azt tenni, hogy nem kérik a szabálytalanságot, tehát a rugás jól volt, az extra pont jó volt, tehát 6 pontot kapott a Wolves a touchdownért, és 1 pontot extrába, mert berúgták a villák közé a labdát, ezt kellett gyorsan itt elmondanom, de volt is rá időm, amíg a Budapest Wolves feláll a kickoffhoz, és ahogy látom, le is cserélték az első vonalat a Fehérvár Entronersnél. Nyilván az is egy jó védekezés lehet Ryan Toasoa ellen, hogy egyrészt nem rugod neki a labdát, másik ez az onside kick, tehát... Hát igen, szerintem ők is látták a felvételt, amikor a Ryan visszahordott már egyszer idén, és lapos rugás, nem akarnak Ryannak rugni, de így is meg fogja kapni, ha össze tudja szedni. Ryan összeszedi, ugyan. És egy jobb blokk, még egy jobb blokk, és elindul Ryan! Elindul Ryan Toasoa! És megbünteti a rugót. Így van! Hát pont erről beszéltem, hogy egy onside kickkel, hogyha nem is sikerül, nagyjából ugyanide kerültek volna, tehát nyilván ilyenkor lehet, hogy inkább az onside kick az érdekesebb. És ezért is gondoltam azt, hogy az elsőre inkább onside kickkel próbálkozik a Budapest Wolves, hisz lehet, hogy jobban is járnak vele, hát jobban is jártak. Igen, és talán vissza kell vonnom azt a kijelentésemet, hogy a Wolves agresszív lesz. Úgy néz ki, hogy egy kicsit visszafogott a special egység, nem mernek rugni Ryannek. Egy motion. Jó a snap, gombos beleáll. Hosszú passz, és nagyon hosszú! Pedig tiszta volt, akkor már egy tisztára játszotta magát. Egy picit hosszú volt a passz. Vagy talán a szél nyomta meg, de nem volt mostanában pont akkor egy ilyen erősebb széllökés, és nehéz ezt megmondani. Igen, abból az irányból fújt a szél, szóval alá tudott kapni, de minden esetre ez az időzítés az irányító és Bakonvári között még nem sikerült kialakítani. Pedig óriási játék lett volna, azért legyünk őszinték. Második és 10. Jó a snap, gombos. Kihagyja Ryan Toasoának, Ryan Toasoa! 2 yardot sikerül kiharcolni. A rövid hash fele volt ez a screen pass, ki nagyon-nagyon nagy területen nem volt. Ryannek ugye gyakorlatilag a sebességét kihasználja, így gyakorlatilag azt arra ment rá, hogy ügyesen elugrál a szerelési kísérletek elől. Igen, és a Wolves védelemnek egy kicsit nagy lesz a feladat. Novakov Dávid visszatért, mint running back. Ryan igazából egy slot receivert is tud játszani. Két ilyen játékos a backfieldbe nagyon veszélyes tud lenni egy offense-nek. És ne felejtsük el Hegedűs Dánielt, aki szintén fantasztikus formában van. Tehát 3 nagyon jobb futója van az Entronersnek. Passzjáték! Óriási passz! Poprádi! Hatalmas elkapás, Poprádi Márk! Poprádi Márk!
úgy nézett ki, hogy egy kicsit hosszú, talán magas is lesz ez a passz. Igen, nekem is egy picit úgy tűnt, hogy nem pontos a passz, egyébként talán nem is volt annyira az, de Poprádi gyönyörű szépen húzta le, és ha már kiemelted ugye Bencsics elkapóit, úgy látjuk, hogy azért Gombos Bencének is akarnak bizony nagyon jó elkapói. Nézzük, szintén egy passzjáték. Gombos beleáll, hosszú passz, és megint hosszú! Pedig megint jó lett volna az ötlet. Rengeteg ideje van Gombosnak. Ez így a meccs alatt nagyon hasznos lesz, hogy tudják tartani ezt az időt, tudnak neki adni 3-4 másodperceket. Rengeteg ideje volt. Igen, és Gombos egy nagyon jó játékosról beszélünk, tehát fantasztikus irányító. Úgyhogy ha neki lesz ideje, akkor bizony-bizony lesznek itt azért fontos passzok, és lesz nehézsége a Budapest Wolvesnak. Második és 10. Két ránémbek, ahogy mondta, Novakov, Dávid és Ryan Toasso a Gombos mindkét oldalán. Nézzük, passzjáték. Ryan kapja a labdát, ugyan nagy nem volt jó, és le is tudják vinni, harmadik kísérlet lesz, és bizony-bizony nagyon hátul. 3 és 16. Ismét megpróbáltak ezt a screen passzt játszani, hogy Ryan kapja a labdát, de nem volt pontos, tehát ugye vissza kellett fordulni, fel is kellett ugrania a labdáért. Igen, nem volt előtte, egy kicsit vissza kellett neki fordulni, ez lelassította és adott elég időt, hogy a védőjátékos be tudják zárni ezt a távolságot. Ha egy jó tempóban megkapja, akkor szerintem ott egy 5-10-15 jal biztos lesz ebből a playból. Kicsit túlfutotta ezt a lastit. Ryan Toasso a kín oldalra. Jó a passz! Tóth Nándornak ment, nagyon jól a passz. De negyedik kísérlet. Negyedik és hát talán 6 yardot kell megtennie az Entronersnek. És időkérés, Entroners. Hát ha időt kérek, akkor én gondolom neki fognak menni, hisz hát akkor igen. Mi másért? Én is ezt gyanítom, és remélem is. Igazából a 35-ösen vannak. Pantolni nincs túl sok értelme, elég hosszú field goal lenne. Igen, nagyon-nagyon messze lenne egyébként ez a field goal. Igen, ha meggondolsz, azért nagyjából egy 50-55 yardos játék lenne, ami borzasztó nehéz. Úgyhogy inkább szerintem arra menek rá, hogy meglegyen a first down, ami ugye nagyjából 6 yardos játékot jelentene. Addig gyorsan elmondom, hogy aláírás gyűjtünk, ne felejtsük ezt el, egy nagyon fontos dolog ez az Entronesz életében, hogy továbbra is ingyenes legyen a mérkőzés látogatása, egy ilyen aláírást fognak kérni, illetve hát ugye a tajándékpont ezt meg is lehet tenni, úgyhogy aki teheti azt és egyetért ez a dologgal, természetesen támogassa ezzel a csapatot. Plusz adalék információ, hogy a kis rókák mellé most már megérkeztek a szurkolói sálak is, azt is be lehet szerezni az ajándékpultba, és semmiképp se riasztom vissza senkit attól, hogy már minden Entronesz erekéje megvan, folyamatosan bővül a készlet. Na nézzük, 4. és 6! Nézzük, szintén passzjáték, Gombos keres a társat, Gombos, Poprádi, óriási játék! Gyönyörű! Poprádi! Igen, és ne felejtsük el, hogy egy import corner ellen játszik Poprádi Márk, ez mindenképpen ki kéne emelni. Így van, 18-as Marcus Brown volt az, aki őrizte Poprádit, mint hiába. Poprádi megcsinálta az elkapást, negyedik kísérlet, nagyon fontos volt ez, első kísérlet. Szépen halad előre az Entronersz is, ez mindenképp jó jel. És ha netalán a Wolves azt gondolná, hogy egy oldalú az elkapó gárda az Entronersnél, Tóth Csaba, Bakonyvári Patrik. És középen nem sikerült megcsinálni a blokkolást, úgyhogy Ryan Toasso át még a line of scrimmage mögött szerelte Bíró Szabolcs. Egy fantasztikus defensive tackle-ről beszélünk, magyar válogatott. Nehéz őt tartani, főleg ilyen futásoknál azért. Ő nagyon sokszor meg fog villanni, én úgy gondolom. Második és 12.
ismét négy receiveres felállás. Kicsit magas a snap. Ó, de nagyon magas az a snap. Nagyon magas volt a passz is. Tóth Csaba kapta volna a labdát. És Jim Ward-tól lehetett hallani, hogy ez még egy passz, egy bárhogy magas volt a snap, itt még a passzot le lehetett volna tenni egy kicsit Tóth Csabának. Igen, ez mindenképp irányító. Jó volt, nagyon magas volt a passz. Tóth Csaba egy magas elkapó, de neki is még nyújtózva sem sikerült. Harmadik és 12. Igen, volt már nehéz helyzetben az Endroners az előző playek során. Nézzük meg, hogy ezt hogy oldják meg. Gombos kapja a labdát, Gombos. Rengeteg idő. És megint Poprádi! First down. Poprádi mutatja, hogy egész nap tudná ezt csinálni, úgyhogy tömi kis labdával. Nem szabad elfelejteni, hogy Poprádi már volt Wolves játékos is. Tehát ha mondhatjuk azt is, hogy előző csapata ellen, vagy korábbi csapata ellen játszik. És megint első is 10, hát az egész helyzeteket eddig nagyon jól oldja meg az Entroners. Támadófa kiválóan, kiválóan igen. Játszik a támadófa az Entronersnek. Igen, fantasztikus teljesítmény nyújt egyelőre a fehérvári offenzív fal. Ryan Tuasoa, talpon marad, és egy nagyon szép futás mutatott be, 6-7 yardért, és ha már támadófalat emeltük ki, megint jók voltak a blokkok. Eddig egyetlen egy hibájuk volt talán, amikor Ryan Tuasoának nem sikerült ugye az befutni a középen, de Bíró Szabolcs egyébként egy rendkívüli játékos, tehát innentől kezdve azért ellene mindenképp extra kell. De megvan az extra, akkor látjuk, hogy 3 yard kell az újabb first downig. És 6 a touchdownig. Mindenképpen nem tompultak meg az Entroners, ugye a negyedik kísérletet kellett kihúzni. Még egy passz. És touchdown! 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 Óriási hibát csinált a Budapest Wolves! Hatalmas hibát! Nem volt senki Tóth Nándoron! És ezt ahol egyetlenül kihasznált a Gombos Bence! Hát hogy lehet ekkora hibát csinálni? Egy első osztályi csapat, a Budapest Wolves! És ekkora hibát csinál, hogy nem őrzi a talán egyik legjobb elkapóját a Fehérvár Entronersnek! És nagyon későn vették ezt észre. Óriási hiba és kegyetlen kihasználás. Tűpontos végrehajtás. Fantasztikus. Touchdown! A rugás jó, de zászló van a pályán. Illegal substitution. Talán? És false start? False start. False start. Ugye a nagyon fontos. Sajnos ugye a bírói mikrofon hibája miatt, vagy meghibásodása miatt nem halljuk Udvari Gyulának a bejelentéseit, úgyhogy a számokat nem fogjuk tudni elmondani. Talán a kézjelekből fogjuk tudni azt, hogy mi a szabálytalanság, de hát az is a hatékonyságunkat azért rontottuk elég rendesen a Kiev Capitals ellen. Nézzük. Ismét. Zász György! Zász György befogta rúgni! Berúgta! Zász György! Hét! És ez a két offensive drive felémeztette az órának a nagy részét. 3 perc maradt vissza ebből a negyedből, de mindenképpen izgalmas negyed volt, úgy gondolom. Tűéles volt az offense. Én azt gondolom, hogy bár voltak hibák, de nagyon szépen egyértelműen haladtak előre, és ekkora hibát továbbra is mondom, amit a Budapest Wolves, azt mondom, nem győzöm, a Budapest Wolves elkövet, hogy nem őrzik a wide receivert, elfeledkeznek róla. Hát ez óriási dolog. Úgy néz ki, hogy a futballistenek a koltai hibát visszaadták most. Így van. Tehát... köszönjük. És pont talán az import cornerback volt, aki oda szaladt még, de hát teljesen reménytelenül tette ezt. Fantasztikus húzás volt egyébként Gombosról, hogy elindította időbe, észrevette, hogy nem őrzi senki. Talán az egyik legveszélyesebb elkapóját a Fehérvár Entronersnek, és ezért meg is történt az, amire mindannyian vártunk, egy fehérvári touchdown 7-7, 3 perccel az első negyed vége előtt. Sok csípőretett kéz az első sorban. Lehet, hogy hullahópra készülnek, de nem. Mely rugás? Rugás. És nem sikerül elkapni! Elek Ádám lett volna az talán? 89-es. 89-essel? Hát kérlek szépen, Elek Ádám volt pontosan.
Ezt én nem tudtam volna megmondani. Nincs meg kártyán, úgyhogy ezt nem tudtam volna megmondani. De Elek Ádám volt, igen, a visszahordó, de nem is került elkapnia. Bár azért ne felejtsük, hogy Budapest Wolfsnál vannak ilyen trükkök, hogy egy számba több játékos játszik. Tehát ne lepődjünk meg például azon, hogy két ugyanolyan mezzel rendelkező játékos ugyan, de két más személyiségként kerül a pályára. Na nézzük, csinálják-e továbbra is ezt a hurry up offense, csinálják ezt a no huddle-t. Passz jön, hosszú passz. Hosszú passz. Offensive passing interference kellett volna talán 9-81-es. Elkaphatatlan labda miatt. 81-essel, ugye is itt azért mondtam, hogy 81-esek két játékos is van, de valószínűleg Storz volt az, és nem pedig Benjamin Lyon a rugó. Igen, hát ez mindenképpen szerintem egy offensive pass interference volt, egy erős push-off volt a corner ellen, Koltai ellen. Igen, ez érdekes volt, mert a 81-es Wolfs játékos föllökte gyakorlatilag a védőjét, ami teljesen szabálytalan. Gyémánt formáció elkapoktól. Screen pass! Screen pass! És el sikerül elkapni! Érkezett Jabari Reagan, én sem mertem volna elkapni, Gábor, az biztos. Hát Storcnak megremegett a keze. 3. és 10. De csak így tovább azt kell, hogy mondjam. Egyelőre óriási Wolfs hibákat látunk sorozatba. Nem hiába, ez nem ugyanaz az Entroners csapat, aki ellen tavaly játszottak. Rengeteg új játékos, összeszedettebb védelem. Itt többre kell a Wolvesnak számítani, mint tavaly. Igen, itt nem elég fölrakni a meszt, én azt gondolom, és ezt nagyon gyorsan le kell tisztázni a fejükbe, mert... Egy rossz nap! Szabad a labda! És gyönyörű szép! Ismételten, ha már a hibákról beszélünk! Ismét egy borzasztó snappet láthatunk, egy katasztrofális, borzalmas snappet, amit aztán ugye nem sikerült megszerítani a válogatott Bencsics Márknak, kétségbe esetten nyúlt utána, de nem nagyon sikerült, és az utolsó pillanatban feküdt rá. Negyedik és 15, valószínű, hogy pánt fog következni. Tóth Nándor van hátul, az Antoneznek. Ja, így, de nagyon magas, de Storz el tudja rugni. A Kávericset nem akarta túlrugni, Tóth Nándor pedig elmegy, arrébe megy, természetesen. A 40-esig sikerült felszabadítani Storznak. Ha Storz volt egyáltalán, tehát nehéz megmondani, mert Storz aztán tud rugni is, ezt nézek rá, de én úgy emlékszek, tehát két külön személyiség a 81-es, tehát ne lepődjünk meg, és nem az van, hogy leátveszik egymást mezét, tehát ugye két 81-es létezik, ne lepődjünk meg túlságosan. Hát igen, és ez engedett is, mivel a két van. Játékos nincsen egyszerre a pályán, így persze, van. Persze, a szabályoknak tökéletesen megfelel. És tudomásom szerint csak rugóként funkcionál. Igen, Benjamin Lyon rugó, Storz pedig elkapó is, és ugye azért nehéz, mert Storz képes rugni is, tehát azért ezt ne felejtsük el, sőt egész jó rugónak számít. És jöhet az Entroners támadó egység. Ismét egy futós felállás. Gombos kapja a labdát. Ryan Tuasoa, és van terület! Ryan Tuasoa, még egyszer, Ryan Tuasoa, first down! Ryan Tuasoa! Igen, Bernard Dawson egy late hit. Poprádi azt pedig ismerkedik. Igen, inkább szólt neki a late hit miatt, Sisak a vadászott Tuasoára. Meglepő, hogy itt a virok nem dobtak zászlót. Egy osztrák ligában ez mindenképpen... Hát ez a kiállítás, igen, az osztrák ligában sokkal szigorúbban büntetik. Ismét négy elkapós. Ryan Tuasoa! Egy embert azért a hátán tovább víve. Bicskei Dániel érte utol, de így is futott 3-4 yardot is talán. Hát ez ilyen 2,5, és akkor egyáltalán nincs igazam. 2. és 7,5. Igen, sajnos egy kicsit lassan haladott át Ryan a falon. Így adott elég időt, hogy az a linebacker meg tudja kerülni, hátulról levadászni. Erre kell ügyelni, erőből kell ezt futni.
És akkor nem, nincs erre lehetőség. Nagyon fontos az, hogy nagyon gyorsan megkapja a running back a lasztit, mert különben akkor ugye, problémák lehetnek. Nézzük, Bench, és dehogy is gombos. Gombos, óriási fasz! Bakonyvári Patrik! Szenzációs teljesen üresen! De szenjá... Egy lassú labda, magas labda. De nagyon okos! Nagyon okosan! Oda és be az üres térben, így van. Gombos Bence mutassa a talentet, amire élik benne. Így van, ne felejtsük el, hogy Gombos Bence, Bencsics már cseréje volt a Budapest Wolves-be, így jött át ugye a Fehérvár Entronersbe. Meglátjuk, hogy melyikőjük teljesít majd jobban a mérkőzés végére. Első és 10. Igen, Gombos mindenképpen akar bizonyítani ezen a mérkőzésen, azt kell tudni. Nézzük, Gombos. Megkapja a labdát, Gombos! És egy szek! Ugye most eddig itt dicsértük a falat, viszont ketten jöttek ugyanazon a geppen, és ezt nem sikerült megoldani. Bíró Szavolcs volt, aki megcsinálta a helyet a linebacker blitznek, és gyönyörű szépen meg is oldották. Második és 23 legalább, nagyon-nagyon hosszú szituáció van viszont. És a negyednek vége van, 7-7 az állás. De akkor gyorsan végigmondom, tehát nagyon nehéz lesz ez innen, de második kísérlet, tehát azért van még hely és idő arra, hogy följebb jöjjenek. De itt két komoly játékot kell végrehajtani ahhoz, hogy ne kelljen nehéz döntést hozni az edzői stábnak. Gombos Bence próbált egyébként menekülni, kereste a területet, de hát... De ez most előnyös is, hogy tér felett váltunk. Azért is, mert a szél balról jön jobbra, és rugás esetén, ha arra szorul az Entronis, akkor ez segíteni fog abban a három pontban. Ez így van. Gyorsan ezt szeretném mondani, hogy azért ne felejtsük el, hogy a fél időben is nyitva van az ajándékpultunk, ahol most kivételesen a tombolát is meg lehet venni, mert a tombola nyerteseket a fél idő vagy a második fél idő közben fogjuk kihúzni. Fantasztikus ajándékokat a Player Shop megbízásából, vagy felajánlásából adjuk át. Például Game of Thrones-os bögrét, fantasztikus kulcstartókat, tehát én azt gondolom mindenképp érdemes vásárolni, tombolát is, illetve hát aki nem szeret szerencsejátékra rámenni, akkor aztán egyből meg is szerezheti például legújabb Entroners sálat. Csak búzítani tudok mindenkit arra, hogy ezt vásárolja meg. Harmadik negyed. Ryan Toa szóval nagyon gyorsan leviszi. Meglepetésnek szánták szerintem az, hogy most egy futás lesz, hisz a hátul felálló védelmet meg akarták lepni, azonban Ryan Toassonnak az első pillanattól már cselezni kellett, így nem volt igazán területe megcsinálni ezt a cselt. Harmadik és 20. Ugye itt jönnek szóba, ezért van az, hogy például a szekket külön méri, külön statisztikát vezetnek rá, és mennyire fontos volt, ha belegondolsz, milyen szépen haladt az Entronas offense, és egy szek mennyire meg tudja pecsételni egy drive sorsát, de reméljük, hogy nem így történik. Harmadik és 20. Gombos, passzjáték, egy screen pass, Totnándor elindul, Totnándor! Kimegy oldalra. És jöhet a field goal. Field goal? Negyedik is, 12. Sikerült akkor egy 8 yardot még azért ebből is felszedni. Baksa Ferenc. 8-as, hogy Baksa áll neki ennek a egy field goalnak. Egy 30-as, ami igazából egy 40, ha beleszámítjuk az endzont. 30-asról. Nézzük, alá kap. És én úgy látom, bent van! Úgy látom, megvan. Bent van! 10-7-re vezet a Fehérvár Entroners! Na, az a szél mégiscsak segített egy picit. Így van! Szóljanak a dobok, lobogjanak a zászlók, 10-7-re vezet a Fehérvár Entroners! Eddig nagyon izgalmas a mérkőzés, a Digi nagyon megbánhatja, hogy ezt a meccset kihagyják, de itt az itt lévő nézők minél annyira nem. Örülhetnek. De nyilván ott vannak a profi szakértők, tehát ők ezt jobban tudják nálunk, hogy melyik mérkőzésre érdemes kimenni és melyikre nem. Ők úgy gondolták, hogy erre a mérkőzésre abszolút teljesen felesleges, hisz csak egy semmiség fog itt lezajlani, hisz csak két veretlen csapat találkozik egymással itt a HFL-be.
Abszolút nem ígérkezik ez egy jó mérkőzésnek, de hát rácáfolnak a fiúk. Tíz-hét-tizenegy perc van még az első fél időből. Eldőlt a Lasti. És jól látom, Getser Máté van hátul, és Elek Ádám a Wolvesnak visszahordóként. Nézzük meg, hogy jobb sikerük lesz ebből a kikaffal. Igen, Baksa azért bal lábas, tehát ezért is egy kicsit furcsa. Egy jó kis emberes rugás a két visszahordók közé. Nézzük, hogy... Aj, de szép szerelés van, Sándor! Hát az ugrásban lévő játékos gyönyörűen lekapta a levegőből, mintha egy rongy baba lett volna. Gyönyörű szép játék volt. Igen, azt mondják, hogy a védőjátékosok nem tudnak elkapni bármit, de úgy bemutatkozott most Sándor Mátyás, hogy igenis. Visszahordókat. Igen, Elek szokta elkapni a labdát, most őt kapták el a levegőből, és gyönyörű szépen földre hozták, hogy azért ne gondolja azt, hogy itt ugrabugrálhat, mint egy nyuszi. A húsvétnak vége, itt nem szokás ugrabugrálni. És úgy néz ki, hogy folytatja a Wolves 5 elkapóval. Így van, empty field. Érdekes felállások, ilyen szokatlan felállások, és nagyon sok motionnel próbálják megzavarni a fehérvári védelmet. Nézzük, egy screen pass. És Jabari Reagan érkezik! Jabari Reagan! Nem ma, mondta Jabari Reagan. Getser Máté. És valaki sajnos a földön maradt. Talán Max Nedelszky maradt a földön. Úgy néz ki, hogy csak a levegő szorult be, reméljük. Reméljük, így van. Megmondom őszintén, nem láttam a szituációt, ahol összeütés kapta. Igen, azt vigyázni kell azért ilyen. Igen, a térdét fájlalja Max Nedelszky. Igen, Max, mint sok játékos, a térdvédőt egy kicsit felcsúsztatja. Ilyenkor a térdkalács kint van, egy sisak arra ráesik. Tud nagyon az fájni. Bizony, tud az fájni. Főleg, hogyha ráfejelnek. Hát reméljük, hogy semmi komoly. Tehát akkor az gyorsan azért nagyon fontos dolgok lesznek itt a fél időben is, hisz rugóversenyt tartunk három fantasztikus fiatalemberrel. Közölve kell szaladni egy kicsit a többi játékosok is segíteni. Szóval a fél időben rugóverseny, de előtte ezt mindenképp megelőzi egy fantasztikus produkció a Free Spirit Tánstúdiótól. És nem a mentővel megy el, egy hatalmas tapsot! Max Nedelszky nem akarja terhelni a térdét, úgyhogy az biztos, hogy térd lesz. Nem akarta mentővel elhagyni a pályát. Úgyhogy ha jól láttam, Sándor Mátyás váltotta Max Nedelszkyt. Egy fantasztikus, nagyon tehetséges linebackerről beszélünk. Nyilván Max Nedelszky kiesése nem jön jókor, egyébként nagyon jó formában lévő fehérvári védelemnek. Igen, de azért bőven van ott tapasztalat a linebacker sorban. J.B. Reagan, Péter Csaba személyiségében. És igazából a Wolvesnak a támadó egysége most a passzra feküdt rá. Úgy néz ki, hogy futás nem nagyon akarják erőtetni az erős front fallal, ami rendelkezik az Antonez. Így talán ez nem annyira nagy probléma. Megint egy motion. Egy kimozgás. Egy hosszú passz. Jónak tűnik sajnos! És le tudják vinni, jól van! Bartos Ferenc volt az elkapó.
Úgy néz ki, hogy Tóth Dávid egy kicsit eltévedt, nem találta az elkapót. És egy-egy hosszú passza Wolvesnak sikerül. Nyilván ugye a hosszú passzónak ez a lényege, hogy ritkán hívod be, de akkor ezt megcsinálod. Egy futójáték. Horváth Pétert lecsúszik, és ott viszont már biztos a szerelés, Mike Wallace. Safety pozícióból érkezett Mike, nagyon szépen zárta a távolságot. Egy minimális holding azért volt Horváth Péterrel szemben, én úgy gondolom. De ahogy szokták mondani, aki nem holdingol, az nem is akar blokkolni. Úgyhogy ennyi azért azt gondolom bele, hogy belefér. Második és 9. Bencsics kapja labát, Bencsics keresi a célpontot, Bencsics középen, nagyon jó a passz! És sikerül levinni ugyan, de 46-ossal Varga Péter elkapása viszont sikeres. Két nagyon gyors passzal. Az Endronos védelemnek fel kell egy kicsit ébredni, mert igenis tud passzolni Bencsics Márk, és igenis el tudják kapni ezek az elkapók a labdát. Összeszokott gárda. Ugye Bencsicsnél ugye ez a helyzet, hogy ha van ideje, azért oda fogja tenni a labdát, ezt azért nem szabad elfelejteni. És Bencsics kimozog, Bencsics, oldalra mozog Bencsics, és Koltai kitessékeli! Nagyon fontos volt. Szépen tudott föllépni Koltai, és lezárni a területet. Bencsics egyébként lábon is veszélyes, nagyon figyelnie kell az Entronersnek. Igen, ott volt egy Tóth Dávid is, akit kiblokkoltak. Nézzük, második kísérlet, 4 yardra az endzónától. Egy motion. Bencsics ismét kimozog. Bencsics, Péter Csaba blitzen. Bencsics. És tűzi alatt a Krzyzewski Mark. Krzyzewski Mark. Bencsics túlságosan flegma volt. És Krzyzewski megbüntette. Óriási szerencséje van a Budapest Wolvesnak, hogy a pályán kipattogott a labda. Zentron remekül zárja le a pálya szélét. És ilyen gyors irányítóval muszáj is lesz. Túlsó oldalon Jöböly végén Péter Csaba érkezett. Harmadik kísérlet. Szokásos motion érkezi. Passzjáték. És touchdown! Sajnos állva várta Mike Wallace labdát, és ezt kegyetlenül megbüntette Gecser Máté. Pór Attila volt, bocsánat. Pór Attila, igen. Ugye nagyon fontos az, hogy hiába áll meg a receiver, dolgozni kell tovább, hisz ilyenkor a labdáért folyó harcba, ilyenkor a receiver előnybe tud kerülni. Igen, a cornerek rengeteg helyet hagynak a receivereknek, 2-3 yarddal vannak az elkapótól. Egy ilyen erős karra, mint Bencsics Márk, biztos be fogja dobni a labdát, gyorsan fog érkezni a labda, így muszáj rátapadni az elkapókra. És viszont akkor így már full start. Azt gondolom, hogy Benjamin Lyonsnak nem lesz ez probléma, hogy 5 yard a hátrébb se, de azért azt ne felejtsük el, hogy ő egy rendkívül jó rugó, sőt, én azt gondolom, hogy Magyarország egyik, hanem a legjobb rugója. Tehát azért neki ez a pár yard, ez nem oszt, nem szoroz. Ettől függetlenül nyilván ezt is be kell rugni. És sikeres! Sikeres az extra pont, tehát 14-10-re most a Budapest Wolves veszi át a vezetést. És úgy néz ki, nem érezték a szükségét egy 2-point conversionre, kicsit bezárni a távolságot, avval az extra pointtal. Így van, hát idő még azért van. Ami mindenképp rossz hír, hogy Max Nedelszkyről már lekerült a válvédő. Tehát
ő valószínűleg mai napon már nem fog pályára lépni. Hát meglátjuk, hogy mi lesz, és hát ugye nyilván nem láttam továbbra is, hogy mi történt. Elég egy rossz mozdulat, egy rossz lépés, egy rossz kor jött blokk, és sajnos ez benne van ebbe a sportágban is, azért gyorsan le kell szögezni, hogy a leggyakrabban, akár bármely sportot nézzük, a leggyakrabban általában ez a térd probléma szokott előjönni, nyilván az amerikai futballban is így van. És akkor nézzük meg, hogy egy hosszú rúgást fogunk látni, vagy laposra fogják tenni új a Wolves. Kicsit szűkíti a területet a Entronels középen. Ha esetleg megint onside kickre támad kedvük, akkor azért gyorsabban oda tudjanak érni. Most már egyenesen Szakácsi kezébe próbálják bedobni, berúgni a labdát. Szakácsi elcsúszik, vagy egyetlen kicsúszik a kezéből. Szakácsi, arra nincs terület, hát azt a kutyafáját. Az ötösig hozta föl, de futott 40 yardot érte, tehát... Innen nehéz lesz a támadó esőnek kijönni onnan. Én nem is értettem Szakács csak az elképzelését, hisz ugye pont csak ott nem volt gyakorlatilag blokkolója. Igen, Ryan Tulsóval szépen haladott előre, előtte a túlsó oldalon. Követni kell a blokkokat. Így van, ugye Szakács sebességébe bízott, de hát itt nem sebességről van szó, hogyha 11 fiatal ember egyszerre tör rád, akkor itt nem a sebesség, hanem inkább az ész dominál. Egyébként jó meglátása volt a Wolvesnak, ugye egyszer megpróbálták ezt a billent, ezt quick-quicket, ugye ott azért Ryan Thomas szóval meg tudta fogni, inkább most egyenesen Szakács Ákos kezébe rúgták a labdát, hogy biztos, ami biztos, ne ő hozza vissza. Amúgy, ha nem nyúl bele Szakács, akkor bepattan az endzónába. Szabad játék, de nem sikerül megoldani hosszúnak. Ez egy offside, úgyhogy egy szabad játék volt. Ugye ilyenkor ezt sokszor alkalmazzák a támadó alakulatok, hogy megpróbálják bemozdítani a védelmet, és ha ez sikerül, akkor ez elég látványos módja van ennek, hogy bemozdulnak, mert látszik is a zászló általában a perifériából, ilyenkor egy szabad játék van, hiszen nem állítják meg ilyenkor a támadást a bírók. Ugye most ezt láthattuk, hogy bár a zászló repült, de sipszó nem hangzott el, ilyenkor meg lehet próbálni egy hosszú paszt, ha sikerül, akkor nyilván nem kérik a büntetést, ha nem sikerül, akkor pedig ez történik. 5 yard büntetés kérve, megoldják. Na nézzük! Tóth Levente megindul! Ott már nincs tovább hely. Nézzük, hogy hol teszik le a játékvezetők a labdát. 3 yard dos sikerült felszedni. Második és 1-2 talán. Így van. Úgyhogy, hát azért nem mondom azt, hogy nem sikerült rosszul ez a játék. Ugye kapuk mögött láthatjuk a támadó órát, azért ezt csak a rendkedvéért mondom el, akik esetleg újak, azt tudják, hogy ennyi ideje van elindítani a támadást. Mészáros István. Igen, Merucza csinált egy... Kicsit korain egy a fiatal Michael Jackson-t idéző mozdulatot, és ettől... táncra perdült Mészáros István is. Sajnos ezt 5 yarddal büntetik a játékvetők. Hát vagy azért, mert nem szeretik Michael Jacksont, vagy ők nem táncolhattak, vagy azért, mert előbb indultak el. Kiké szíve szerint válassza ki. De egyébként ez is teljesen megengedett, hogy gyakorlatilag a védelmek ijeszgessének. Viszont nagyon kell sietni, amit mondtam, támadó óra, 4 másodperc maradt a támadó órán, már csak 2, nem lesz idő. Ezt a kutyafáját. 2 hiba egymás után. Hát ez nem fog segíteni ezen trónőrzen sajnos. Szépen előre tudtok haladni, és most el a 2 büntetővel ezt ki is törölték. Igen, az a helyzet, hogy az 5 yard büntetést visszakapta gyakorlatilag a Wolves a false start miatt, de most viszont a... támadó idő lejárat, amiatt még 5 yard, tehát most második és 11, úgy, hogy a 11 bizony az 5-ös, saját 5-ösről kell indulni.
nem figyelte Gombos Bence. Igen, az Entronon ezek le kell rázni ezt a tudatot, hogy a Wolves-zal játszanak, húsvér emberek ellen játszanak, nem szuperhősök, nem semmi más, lehet, hogy tavalyi bajnokok, de az semmi sem számít. Idén egy új szezonnak a kezdete van. Igen, ezt láttuk egyébként, hogy de kutya fáját neki. Na ez a nagyon fontos, ami nem szabad kiesni a ritmusból. Ezt szokták mondani az edzők is, hogy meg kell őrizni a ritmust, és ez azért, mert a két szabálytalanság egymástán jött, kiesett a ritmusból gyakorlatilag a Fehérvár Entronert, és az támadó alakulatnak mindig ritmusba kell lennie. Láttuk ugye az első drive-nál Bencsicséket, ahogy a ritmust elkapva végig is tudtak gyalogolni. Tizenöt másodperc van megint a támadó órán. Tehát nem mondom azt, hogy nagyon-nagyon sok ideje lesz elindítani a támadást Gombosnak. Nézzük, Gombos. Sikerült elindulni, van ideje. Bakonyvári Patrik! Elkapja Bakonyvári, és meg lesz a first down Bakonyvári Patrik! Igen, és 5 perc van vissza a fél időben. Ha ezt okosan ki tudja használni az Antonez, akkor esetleg pontszerzése tudják zárni a fél időt. 3 ponttal vezetni, legjobb esetben 4-jel. De bízunk benne, hogy most fel tudják venni a ritmust. Első és 10. Bakonyvári összeszedi a trükködzőt, fontos kellék. Reméljük a sminkjét nem igazítja meg. Nézzük. Line to soul. Ajj, nagyon későn ért oda, nagyon későn ért Tim McGee. És összeütközött gyakorlatilag a húzó emberével. Igen, Ryan két Tuasza. Embert, Ori, Adi, nem is tudok beszélni, Gábor. Annyira jól játszik a Tim McGee. Én se, azért vagy te a kommentátor társam, hogy egyszerre ne tudjunk beszélni. Tehát ne tűnjön fel, hogyha valamelyikünk beszédhívás, hisz mindkettőnk ugyanaz. De a lényeg az, hogy második és 12, és igen, az a helyzet, hogy ha a saját játékos társad szerel, akkor azért őt borzasztó nehéz. Nagyon gyors volt egyébként, aztán most pont azt akartam megdicsérni, hogy végre jó ütembe kapta a labdát Ryan Tuasza, de sajnos Tim McGee lassan ért oda, nem sikerült megcsinálni a játékot. Nézzük, screen pass! Hát bizony, nem. Nem örülnek a fehérvári szurkolók egyelőre velem együtt. Nagyon lassan alakult az a play, nagyon átlátható volt, hogy mi fog történni. Ha örömet akarnak maguknak szerezni, akkor pedig, és úgy érzik, hogy hiányban van, akkor teljesen az ajándékpultot most is majd a fél időben meg lehet látogatni, és bár azt szokták mondani, hogy boldogságot nem lehet pénzért venni, hát nézzék meg az ajándéktárgyainkat, és rögtön úgy érzik, hogy ez téves megítélés, fantasztikus dolgokat lehet kapni, és ételt a büfébe, ami szintén fantasztikus örömeket tud okozni. Gombos Bence, be lehet tud állni, Gombos, keresi az ember, és az egy szek lesz. Tóth Csaba teljesen üresen maradt, Gombos egyáltalán nem nézett abba az irányba, és van egy kis magasságkülönbség a corner és Tóth Csaba között. Hát nem egy sikeres drive mindenképpen. Nem, 4 perccel vissza fogjuk adni a labdát a Wolvesnak, ami semmiképp nem szerencsés, mivel az rengeteg idő. Igen, punt következik, és talán az első Entroners punt. Zács laposan rúgja el, Zács elengedi a visszahorra nézők. Azért egy enyhe illegál blokkin a backet azért éreztem ebbe a dologba, de hát hogy nem volt visszahordás, sokat ez nem számított volna. És a 46-osról hozhatja ki Bencsics Márk és a Budapest Wolves. Megmentettél egy súlyos hibától, azt akartam, hogy 44-esen van a labda, de természetesen neked van igaz a 46-oson. Hát bizony, nagyon jól mondtad, 3,5 perc a Budapest Wolvesnak bőven elég ahhoz, hogy növeljék az előnyüket. Most kiváló védelemre lesz szükség az Entronerstől, semmi hiba, teljes koncentráció. Nézzük, egy futás középen. És Jabré Régennel találkozunk. Elkapja, és földhöz is vágja. Lekriszki Márk is ott volt. Lekriszki volt az ipon. Tehát itt ki is esett
ez a futójátékos, ha cselgáns VB-t néznénk, de nem erről van szó. De azért tudtak 3 yardot előre haladni, semmiképpen egy rossz futásnak számítható, sőt. Így van. Két running back-kel, ráadásul az egyik fullback pozícióban, egy king formációt láthatunk. Nézzük, egy futás középen. És sikerül leszerelni, még nincs meg a first down. Sándor Mátyás. És talán Horváth Péter is ott volt. Lekrinszki is. A csuda tudja, hogy ki volt pontosan a szerelő, de... És egy újabb 5 yard. Így van. Harmadik kísérlet, és 1 yard kell. És időkérés még van a Wolvesnak. Szerintem az is benne van a Wolvesnak a két futójátékában, hogy szeretnének időt csalni. Tehát, hogy a Andron Elszman el tudjon visszatámadni. Ejj, de kár érte, de ott aztán meg lesz fogva! Hol a labda? És hova teszik le? Hát bőkezőek a bírók, bőkezőek. Negyedik kísérletet jelez a játékvezetői gárda, tehát negyedik kísérlet lesz. Jó, elnézést, köszönöm szépen! Le fogják mérni. Igen. Így van. Rendkívül jó time managementet hajt végre a Wolves. Így van, és amit ugye nem sikerült az Entronersnek, az most úgy tűnik, hogy a Wolvesnek sikerült. Tehát próbálja pörgetni az órát, hagy menjen, az ellenfél ne tudjon visszatámadni. És az utolsó pillanat. És az utolsó pillanatban pedig megpróbálnak touchdown szerezni. Tehát ez ilyen szempontból egy nagyon jó taktika lehet. Na nézzük, hogy a lánc elég hosszú-e a mi esetünkben. Na nézzük, mindjárt kihúzzák. Hosszabbítsuk meg azt a láncot. Á, sajnos úgy megvan. Tűnik, hogy egy jó fél labdával azért átlóg. Tehát első kísérlet. Cornereknek most nagyon észné kell lenni, mint safetynek is. Igen, inkább mostanában azt kell csinálni, amit talán a Kiev oldott meg, hogy még annak idején, hogy pici futásokkal öldösni a távolságot, és ne hosszú passzokkal engedni a touchdown. Tehát inkább jönnek rövideket, de menjen el az óra, menjen el az idő. És úgy érzem, hogy most fog a hosszú passza megpróbálkozni. Rossz nap! Csibály régen sajnos pont ellentétes irányba mozgott ki, de gyarmati óriási tütkő. És bent tartjuk az elkapót. Mindenképpen bent kell tartani az elkapókat. Nem szabad hagyni, hogy kifusson a pálya szélére. Kényszerítsük rá az időkérésnek a felhasználására. Igen, sajnos pont Bench is az ellenkező irányon mozgott ki, tehát mennyire só lett volna a Jibrai Régen, a másik oldalról érkezik. Nem másik oldalról érkezett. Rendkívül intelligens játékot játszik a Budapest Wolves. Rossz snap. Jó a snap. Jibrai Régen ezen az oldalon nincs hova menekülnie. És elpasszolja, kipasszolja oldalra. Gyönyörű védelem, gyönyörű védelem. Nagyon szép védekezést láthattuk a Fehérvár Entronász részéről. Bench-et bezárták. És úgy néz ki, hogy a Wolves még tart, még visszafogja magát egy picit, egy perc van vissza a fél időből, de már érzem, a levegőben van az a hosszú passz, nem akarom elhinni, hogy a Wolves közepes passzokkal próbálna ezt bevinni az endzomba. Itt fog jönni a hosszú passz, az a kérdés, hogy mikor? Így van, és egyébként sikeres is a hosszú passz, tehát azt gondolom, hogy hozzá fognak nyúlni mindenképp. Talán most a 4 elkapóval. Nézzük. Screen pass, screen ez pass. Nyilván. Így meg lesz a föl, oly, hohoj! És Mike Wallace kiütötte magát. Igen, a kérde sisakra. Sajnos megrúgták Mike Wallace sisakját, és mentőt kérünk. És nagy a baj, tehát szólnak, hogy siessenek. Hát ezt kicsit komolyabban kéne venni egyébként, mert nem visszaülni az mentőautó támaszkodva, hanem én azt gondolom, hogy itt nem lenne túlzás bejönni a mentőautóval. Persze nyilván támaszkodni baromi kényelmes rá, de szerintem beleülve is pontosan olyan kényelmes a mentőautó, úgyhogy jó lenne, hogyha... Az a baj, hogy elmondom hangosabban, ennyit ti hallotok maximum.
Én nem is értem. A mentőt kérnénk a pályára, ha lehetséges. A játékos nincsen magánál. Ho-ho! Mentő a pályára! Álljon fel és hozza azt a mentőautót! Hát ilyet? Én üljek bele, bazd meg! Hát ezt... beáraszták az magyar egészségügyet, azt gondolom. Konkrétan Mike Wallace azóta sem mozdult meg. Hát oké, okay, de maradjunk annyiba, hogy nem az a legjobb cégér, hogyha egy játékos mozgatja a kezét vagy a lábát, azért itt akkor is nem tud fölállni, tehát én értek minden, de azért ez semmiképp se tűnik enyhe sérülésnek. Hát bizony, most nehéz percek vannak. Mert ez most biztos, hogy nem volt, nem jó. Reménykedjünk, hogy egyébként nem súlyos a probléma, bár én azt gondolom, hogy a minimum az agyrázkódás ebbe az esetbe. Hogyha egy amerikai futballjátékos nem áll föl, azért az nagyon ritka eset, az akkor van, ha tényleg sérülés van. Inkább így mondom, hogy olyan nagyon nem szokott előfordulni, hogy egy amerikai futballjátékos, ha nincsen baja, vagy nincs komoly baja, akkor nem áll föl. Sőt, láttuk Max Nedelszkinél is, hogy azért a térdes komolyan megsérül, de mégis inkább saját lábán akarta elhagyni a játékteret. Ez is mindent elmond egyébként magáról a srácokról. De ahogy látom, most már azért alakulnak a dolgok. Persze. Ezért miért itt is vesztette, én azért nem lepődnék meg, és utána ez ugye általában pontosan a agyrázkódásnak az első jele, hogy... És a pályán Mike Wallace most elhagyja a mentővel a játékteret. Mielőbbi gyógyulást kívánunk Mike Wallace-nak. Max Nedelszky után egy másik kiváló játékosát is elviszíti a mai mérkőzésre, a Fehérvár Entroners. Hát reménykedjünk abba, hogy semmi komoly. Most ritka eset, de még belém is belém fagyott a szó, úgyhogy hát próbálunk magunkhoz térni. 10-14-es Budapest Wolves vezetésnél, 31-esen a labda, Budapest Wolves vezet. Ti a támadást is természetesen. Meg kell fordulni a mentőnek, nyilván ugye hamarosan
valószínűleg egy másik társat fogják, vagy egy másik mentő fogja majd bevinni. Meg kell nézni mindenképp, mert azért ez sose játék. Amit beszéltünk, ha már a térsérülésről beszéltünk, a másik, ez inkább amerikai futball sérülés, az agyrázkódás, sajnos az benne van. Hiába van sisak, még nem sikerült olyan sisakot felfedezni, ami 100%-osan kivédi az agyrázkódást. Egy perc alatt vagyunk a fél időbe. Az óra négy elkapó a Wolvesnál. 50 másodperccel a alacsony snap, hosszú passz. És Gecser kapja a labdát, megpróbál kimozogni oldalra, és nem sikerül megcsinálni a touchdown. Marx Mátyás keresztezte az útját, de sajnos 2 yardra vannak mindössze az endzónától. És ami még rosszabb, 38 másodperccel rengeteg ideje is van a Budapest Wolvesnak. Hát igen, a time managementet, amit említettem, remekül bemutatta most Bencsics Márk és a Budapest Wolves. Volt bőven idejük, türelmesen haladtak. Nézzük, futás. Futás, és... touchdown! Touchdown! Budapest Wolves! Na és hát Horváth Péter is fogja a térdét. Horváth Péter is megsérül, hát ez most már viszont 3 kezdőjátékos veszíti el nagyon rövid időn belül a Fehérvár Entroners. Harminc másodperccel a felsővédő vége előtt, de hát Horváth Péter azért hogy térsérülés, ő is inkább saját lábán akarja elhagyni a pályát, hát nem örülök. Hát igen, itt nem is nagyon lehet hibáztatni, hogy egy védőjátékos, még egy védőjátékos lemegy, hisz ezt az előző látvány kirázni a fejből és koncentrálni és vigyázni a saját épségedre. Igen, az első, nehéz. Az első mostanában az, hogy minél előbb fél idő, tisztulni a fejnek és aztán nekiállni. De semmiképpen nincsen vége ennek a mérkőzésnek. Nekem azért furcsa ez, hogy nagyon sokszor bemozdulnak a védőjátékosok, mert olyan, mintha talán a long snapper mozdulna egy pillanatot, és arra ugrálnak be. Így van, hát... Így van, false start. Hát persze, hát én mondom, hogy azért működik ez a trükk, mert igazából a long snapper csinálja ezt a mozdulatot, és arra ugrálnak be a védőjátékosok. És hát én legalábbis legjobb tudásom szerint ugye a snappet egy mozdulattal kell végrehajtani. De hát ugye láttuk azt, hogy kétszer bejött, tehát innentől kezdve nem lehet gond, csak nem nagyon ért, tehát Benjamin Lyons ugye be fogja rúgni 20-ról is. Meg be fogja rúgni 25-ről is. És magabiztosan 21-10. Így a 21-10. Két labdabirtoklás meg előny. Meg lesz egy kickoff. Mindenképpen egy szoros meccs, a két labda birtokás nem sok amerikai futballban, mint láttuk, 4 perc kell egy pontszerzésért, abszolút életben van még az Entroners, sőt, első fél időben voltak nagyon szép megmozdulások. Így van, de most a támadó alakulatnak kell előre lépni, hisz ne felejtsük el, hogy a védelemből 3 kezdőjátékos esett ki egy fél idő alatt, ahogyból az egyik Mike Wallace, az import safety, tehát... Igen, láttuk már Poprádi Márkot játszani safetyként, nem lepődnék meg, ha beáll a helyére. Nyilván lesz pár változása a védelemben. És mit szólnál ahhoz, egyébként most eljátszani a gondolattal, hogy Jibril Reagan és Tim McGee kerülne mondjuk föl egymás mellé? Hát igen, a Tim McGee is játszott már defensive falban. Semmiképp se kellemes azért egy ilyen nosztekül ellen játszani. És talán lehet, hogy az offenz jobban meg tudná oldani az offenzív falba azt a hiányt, mint hogy tényleg egy importját vesztett. Így van. Jim Ward mindenképpen biztos fél időben át fogja gondolni. Legjobb felállás. Vagy esetleg ugye Ryan Toasszal, én úgy tudom, hogy egyébként játszott linebackert is, bár talán Európában, de ez teljesen függetlenül attól. Még az is érdekes lehet. Tehát ugye gyakorlatilag az, hogy két, és ugye azért Hegedűs Dániel és Novakov Dávid azért el tudja vinni a futást akár. Na nézzük ismét szakás. Nem, most Novakov.
Novakov van ott azon az oldalon. Novakov Dávid megindul! Gecser utolsó emberként állította meg Novakovot. Szerencsére Novakov Dávidba annyi szív került bele, mint maga az ember. Tiszta szív a játékos, tiszta szív. Igen, hatalmas szívvel játszik minden egyes alkalommal Novakov Dávid. Ezt most is megmutatta. Nem ijedt meg azért, hogy belefusson oda a sűrűjébe, és úgy jött ki onnan, mintha gyakorlatilag felhő között futott volna át. Kicsit alacsony, mert Ryan Tovasoa. Ryan Tovasoa még lábon. Szép Ryan Tovasoa, és elejti a labdát! Tóth Levente nem tudja levinni. És touchdown! Édes Istenem! Touchdown. Hatalmas hiba, hatalmas hiba. Hát elképesztő. Természetesen a touchdown érvényes, nincsen zászló a pályán. Túl sokat akart kihozni belőle Ryan Tull, szóval harcolt még, és a labda kipattant. Ez benne van. Hát vége nincs a mérkőzésnek, azért ne felejtsük el, de nehéz helyzetbe hozta magát az Entroners most. Nagyon-nagyon rossz szériának van vége most az Entroners szempontjából. Hullámvölgyöket járunk meg, úgy gondolom. Nagyon jól kezdett az Entroners. Én azt gondolom, hogy mondhatja azt, hogy egyenlő partnere volt a Wolvesnak. Azt mondjátok a sérülések. És Mike Wallace elhagyja a mentőt. Úgy néz ki, hogy nem óhajtott kórházba menni. Ott van. Köszönöm, srácok, de ugye át már jelezték, hogy jönnek az orvosi segítség is. Ott is vannak. És Mike Wallace elhagyta inkább a mentőt. Meleg is van azért ilyen időben az autóba. Már mosolyog, úgyhogy talán komoly baj nincsen. És reméljük, komoly baj nincsen a Wolves oldalon. Hát sajnos 27-10, és hatalmas tapsot. 26-ossal Nemes Natán. Sajnos neki úgy látszik, hogy neki is a lába sérült meg. Hát reméljük, hogy semmi komoly. Azért ugye egy kemény férfias sportág, de a sérüléstől azért mindig azért óvaintek mindenkit. Hát 27-10. 5 másodperccel a fél idő véget. Hát ez ha valami nem kellett, az ez most sajnos, de hát ez van, ilyen a sport. Nem szabad csüggedni, nincs lefutott mérkőzés legalábbis. Nem 3 labdabirtoklás után. Természetesen a rugás jó, 28-10. Itt biztos, hogy az Entroners az összes trükköt ki kell, elő kell venni. Jim Ward biztos van egy pár játék, amit még nem debutált az Entroners. Ha valamikor, akkor talán egy ilyen meccsen. Kérdés az, hogy kell-e. Tehát, hogy azt mondom, hogy ez egy alapszakasz mérkőzés, én azt gondolom, hogy egyébként mindenkivel jut a rájátszásba gyakorlatilag, tehát hogyha a wildcardot annak veszük, akkor a rájátszás ugye mindenkinek biztosítva van. A kérdés az, hogy kell-e megmutatni mindent, vagy nyugodtan tartalékolni is lehet.
Mert 28-10-on ugyan 18 pontos előnyben van a Wolves, nyilván nem fogja feltenni a kezét az Entroners, de az, hogy mindent egy napra teszik-e fel, azon nagyon meglepődnék. Öt másodperccel az első fél vége előtt. Ne felejtsük el, hogy már egyébként nyitva van a ajándékpult. Lehet tombolát is venni még. Hát ha valaki esetleg hazárdírozni szeretne, az mindenképp megteheti. Fantasztikus ajándékok várnak. Mindenkire van új szurkolói sál, tehát ha valaki éppen ezt szeretné hazavinni, azt megteheti. És egy fantasztikus büfével is rendelkezik. És on, hát egy pucskik. Poprádi megfogja gyorsan. A saját 35-ösén talán szerzi a labdát Poprádi. A kérdés az, hogy megpróbálnak egy hosszú paszt, vagy inkább azt mondják, hogy kitérdelik, és legyen fél idő, kicsit rakjunk rendet a fejekbe. Hát én arra voksolok, hogy itt egy térdelés lesz, és akkor a másik fél, ezt a rossz szériát muszáj lezárni. Igen, azért azt legyünk őszintén, hogy az elmúlt pár percben azért eléggé megjártuk a poklot. Sőt, már szerintem a pokolban az ürge oduját is megtaláltuk, tehát elég lent voltunk. Így van, kitérdelik, ezt így kell csinálni. 28-10-re vezet a Budapest Wolves a Fehérvár Entroners ellen egy fél idő után. Fantasztikusan kezdett az Entroners, nagyon izgalmas találkozó volt a legelején. Aztán jöttek a sérülések, meg Snedelszky, Mike Wallace és Horváth Péternek is el kellett hagyni a pályát. És azért most innentől kezdve nehéz dolog lesz, 20 perc, mindössze ennyi szünet van, és a három rugót szeretném kérni Goricsán Mário mellé, aki nem más, mint Petrik is Bence, Stej... Na, és elkezdődik a második félidő. Na nézzük. És egy szép hosszú kirúgás, tehát itt nem nincs semmi trükk, és megint nem tudják megfogni a Gecsernek. Talán, ha jól emlékszem, az első fél időben is volt egy ilyen kick-off, ahol kicsúszott a visszahordó. Hát igen, ilyenkor a szél is alá tud még kapni, csak egy nagyon picit kell, hogy elkapja az a szél, és már odébb viszi egy-két yarddal, kicsit magasabbra viszi, mint amit a játékos várt. De ha hibázni fog valaki, akkor inkább kickoffon, hátra engedel a labdát, az nem olyan nagy bűn. Hát akkor első és 10 Budapest Wolves támadás a saját 20-asukról. Én azt gondolom, hogy sok futást fogunk látni a Wolves-tól. És lejárt a támadóra. Ők is hibáztak, tehát nem csak Gombos nem vette észre a támadórát, ami vele szembe van, hanem Bencsics is. És jól látom, akkor Marx Mátyás van hátul, Por Attila, mint safety. Én azt gondolom, hogy... És passzjáték. Jó, és Kótai, egy nagyon szép szerülés. Nem sikerül sokat előre haladnia ezzel a Wolvesnak, és ennek nagyon kell örülni. Kótai nagyon szépen ott volt az emberem. Igen, egy kicsit úgy nézett ki, hogy lemaradt volna Kótai, de nagyon szépen zárta a távolságot. Második és 12. Bencsics már nagyon szépen eladta a futóplayt. Rutin és az évek. Nézzük, és ő nem kibosszik. Rollout! Na, ide üresen maradt! És sikerül kiszabadulnia, sajnos! Gyarmati utoléri! És le is szereli! De óriási helyet hagytak neki egyébként. Sattelmeier Richard volt az, aki... Igen, nagyon, kicsit furcsán jött ki az a passz Bencsicstől, de úgy néz ki, hogy pont annyira, hogy volt jó, hogy
tudtak előre haladni a Budapest Wolves, és egy újabb play, futó play. Futó play, Danku fut, és... Igen, ilyenkor pörgetik a Budapest Wolvesnál a támadásokat, hogy a védelem ne tudjon felkészülni a következőre. Időkérés, Antoners. Ugye egy összeszokott támadó alakulat teszi, meg lehet csinálni, hisz nem kell feltétlenül mindig felállnia. Hét yard van vissza a touchdownig. Ugye első és 10 lenne, de ugye első kísérlet és gól. 28-10-es Budapest Wolves vezetés. És egy kis örömmorzsát csepegtessünk a közönségünkben, nem sokára a tombolát is elkezdjük szép egyesével kihúzni. Hogy az, aki esetleg nyert, azért valami kis boldogság érje. Kicsit magas azt nem, de sikerül megfogni, és sikerült szerelni. Jabray Reagan. Ebből is sikerült felszedni egy nagyjából 3 yardot. És ahogy jósoltad, Tim McGee a védelemben is megjelenik. Igen, itt már nem kell nagyon figyelni arra, hogy meglegyen. És a... Tim McGee! Tim McGee pedig! Próbálja megfogta labdát kiszedni. Zászló! Kíváncsi leszek, hogy... Danku Dávid próbálkozott. Ha jól láttam. Na nézzük akkor. Face mask. A kutya fáját. Hát akkor feleződik a távolság, és automatikus az első kísérlet is. Nagy hiba. Sajnos. Igen, egy kicsit késői volt ez a csere. Tim McGee, amikor érkezett. Korábban kell érkezniük. Na és akkor nézzük, első újra is első kísérlet, és hát most már nagyjából csak 2 yardot kell megtenni. 4 kísérletből, egy empty fieldből. Nézzük, passzjáték, ajj, gyarmati kezéből! Panaszkodnak a Wolves elkapók, de nem kapnak zászlót. Hát ez egy teljesen általános, hogy a legtöbb elkapó ugye így szokta... Hát, hogy is mondjam, pusholni a játékvezetőt, hogy őt bizony bántották, hát ezt azért nem Storz volt az első, és nem utolsó, aki ezt ugye ilyenkor reklamál. Nézzük, I formation, és szerintem touchdown. Bent van, így van, bent van, touchdown! 35-10, bocsánat, 34-10 még azért. Ugye nagyjából így született az első társadalmanya is a Budapest Wolvesnak. Úgy látszik, hogy ezt többször is meg tudják csinálni, nem csak egyszer. Benjamin Lyons. És egy blokk! És leblokkolták! És sikertelen, ugye azért nem fújtak ilyenkor bele a játékvezetők, mert vissza lehet ilyenkor hordani a labdát, és 2 pontot ezzel is lehet gyűjteni. 34-10 a Budapest Wolves magabiztosan vezet. Innen már azért hatalmas fordítás lesz szükség ahhoz, hogy
hogy újra izgalmas legyen a találkozó, de hogy legyen egy kis izgalom, akkor elkezdjük azért kihúzni ezeket a nyereményeket. Kezdjük az Entroners-es nyereményekkel. Egy darab Entroners-es powerbankot fogunk kihúzni, tehát aki erre vágyik, az nagyon füleljen, de aki nem vágyik rá, viszont 208-as számmal, kék 208-assal vett tombolát, ő egy Entroners-es powerbankot nyert, bocsánat, nem láttam elsőre, tehát kék 208-as. Egy darab exkluzív fehér Entroners-tól és jegyzetfüzet. Ezt nem más nyerte, mint a kék 299-es. Egyszer akartam kimondani, hogy kék 299-es, és ezt azért nálamnál tapasztaltabbak se tudták vele megcsinálni. És gyorsan még egy darab 2019-es Entroners-es bögre nyerte a kék 216-os, tehát a kék 216-os. És akkor most nézzük tovább a mérkőzést. Természetesen folytatjuk majd a tombolahúzást, de a mérkőzést ennél azért fontosabb. Nézzük, ismét onside kick, és ismét sikerült az onside. Hát, nagyon-nagyon fontos lenne az, hogy nem összetörni. Nagyon pontosan Rugobovs. Hihetetlenül pontosan el tudja tenni. Vagy gondolom, hogy ez borzasztó nagy szerencse is volt. És frusztrációt okoz ez biztos a visszaoldó csapatoknak. Elképesztő nagy szerencséje volt egyébként a Wolvesnak, tehát hogy pontosan úgy pattant, ahogy kellett, de hát kell. De ezeken tud elmenni egy meccs, és úgy néz ki, mondani, hogy egy jó special teams rengeteg problémát meg tud oldani. Két onside kickből kettő sikeres, tehát azért azt gondolom, hogy ez is sok mindent elmond. Nem szabad összetörni, továbbra is ezt mondom. Nem szabad feladni a mérkőzést. Egy RPO. Gecser Máté az elkapással. Hát sokkal simább lesz a mérkőzés, mint ahogy indult. Ismét egy RPO talán, vagy legalábbis egy flashfake-kel eladott passz. Varga Péter. Hát itt most már letérve volt rám, hogy arra is, hogy gyakorolja ezeket a standard játékokat. Ezt azért láttuk ők tőlük sokszor. Hát ez viszont így, igen, offenzív passz interferens, hogyha... Három zászló is a pályán. Hát persze. Rendkívül szép mozdulat Bencsics Márktól. Érkező Jabari Agent ki tudta kerülni. Megvárjuk a büntetést. Hát bizony, mert ugye itt annyi történt, hogy blokkolt valamilyen. Hát persze nyilván blokkolt ugye a receiver, hisz azt hitte, hogy Bencsics már elkezd futni. Bencsics meg inkább elhajtott a labdát, nehogy földhöz vágják. Én azt gondolom, hogy így azért olcsóban megúszta a Wolves első kísérlet. Első és 25. Azért így már azért emberes a távolság. Nézzük, egy option játék. És inkább Bencsics előre dől. Kronec Martin. Hát ezt... Kergette az irányítót, szerintem a labdára próbált rá ugrani Kranes Martin. Itt a box match, ami történt a play után.
Így van, akkor ez viszont sportfőtlen magatartás miatt jött a szabálytalanság. Ott pedig a Wolves 61-ese Gráber Zoltán követte el. Védte az irányítóját. Ezt minden edző így tanítja. Bár a Sipson belül. És bizony-bizony akkor egy dead ball fall volt, ha jól hallottam, tehát akkor a második kísérlet, és erre még jön a 15 yard, tehát második és fél pálya, nagyon hosszú, nagyon-nagyon hosszút kéne megoldani. Igen, és a Wolves most egy hasonló rossz szériában vannak, nem magukra valnak ezekkel a büntetésekkel, de minden csapat előfordul. Itt okosan kell játszani. Bencsics egy rollout. És kilép. Sándor Mátyás beijesztette. Nem akart elengedni ezt a labdát Bencsics Márk. Így van. Sándor megugrott tőle, tehát ugye megugraszotta a védőt. Hát, és akkor ebből talán egy pici helyet még tudott csalni, de hát ebből egy nagyjából egy-két yardot sikerül. Harmadik és nagyon hosszú. Igen, hát harmadik és közel 40 yard, de hát ez nem egy egyszerű feladat. Négy elkapóval. És most nincs rollout. Screen pass. Ez várható volt. És kikíséri Jibre Reagan. Így van, és akkor pántra kényszerül a Budapest Wolves. Ez a két borzasztó nagy büntetés, azért megpecsételte az ő drágyú sor. Igen, ezt az első fél jobban elfogadtam volna. Igen, azért most már itt a 24 pontos különbségnél már nem azt mondom, hogy teljesen mindegy, de... Három pont, három vagy négy labdabirtoklás. Négy labdabirtoklás. Ebben még benne van bármi ennyi, is, Gábor. Ennyi időben benne gondolom. Lehet, persze. Rengeteg idő van, 8 perc még a harmadik negyedbe. Momentum Entronersnél. És egy szép, egy magas pant, mindenképpen el kell engedni, fiúk! Így van, ezt így kell csinálni. 40-esen tökéletes pozícióról indul az Entroners. Igen, egy 30 yardos pantot láttunk, és akkor addig húzunk gyorsan egy-két nyerő számot, például egy darab autózászlót és egy Entroners-es kulcstartót nyert a kék 210-es, tehát a kék 210-es versenyző is győzedelmeskedett. Legalábbis ebben a kategóriában. Egy darab Entroners-es mikrolabda. A zöld 106-os nyerte ezt a kis szuper kis mikrolabdát, és egy darab New Era 3D baseball sapkát nyerte a kék 235-ös. De most nézzük tovább a mérkőzést. Nézzük, már régóta nem volt fönt a rengeteg időgombosnak, és egy nagyon rossz labda. De hát Ryan Tolszol összeszedte ugyan, de mínusz 5 yard. Kis pánik Gombos Bence részéről. Igazából egybe el kellett volna ezzel indulni. Ja, vele gondolsz, ugye az legutoljára a harmadik, vagy második negyed közepe fele volt nála az Entronersnél a labda, és az egy play volt, ugye a Ryan Tolszol elejtette a labdát, és akkor onnan már touchdown lett, onnan meg ugye ki is térdelték talán, és ugye elég régen nem volt az Entroners offense pályán. De hát ugye a legjobb védekezés a támadás, hát nem tud pontot szerezni az Entroners, hogyha nincs fönn a támadó alakulat, vagy legalábbis nagyon nehezen. Gombos, nagyon szép passz, és Bakonyvári Patrik. Ugye ez még az egyik nyalókát... Érkezett rá Marcus Brown. Ez egyik nyalókát hagyta csak el ugye a labda, ne felejtsük el, hogy kettő van belőle. Kicsit hátrébbról kellett indulni az előző minuszos játék miatt. Harmadik és öt. Nézzük, hogy most mit választ az Entroners. Az előző fél időből, főleg az első negyedbe nagyon szépen menedzselték ezeket a harmadik kísérleteket.
Nézzük azt, hogy ez most sikerül-e. Gombosnál labda. Ryan Tuaso, egy ember, két embert lerász, hát így nem. Így viszont nem. És pánc. Hát azért ennél egy icipicit. Igen, itt picit a pontkülönbségnek ellenére szerintem az Entron ezek ki kéne használni a pálya szélét, próbálni húzni ezt a meccset minél hosszabbra. Állítani az órát meg, rövidebb passzok, 10-15 yardoknál talán még van esélyük jó pár pontot feltenni a táblára. És semmiképpen nem szabad hátra dőlni és a Wolvesnak átadni a szerepet. Kicsit magas a snap, de sikerül meg egy felidíteni. Jó mozgó labda. És biztos Mézes Ádám megfogta. Nem akarta, hogy esetleg visszahordja valamelyik Wolves játékos, hisz láttuk, hogy Getcher is már azért készen állt arra, hogy trükkösen elindul abból a labdából. Nem rossz field pozíció azért összességében. Ennek is lehet örülni. Ez a jó kis pántnak. És akkor még hagyunk még egy kis izgalmat a tombolásoknak. Ugye most majd érkezni fognak a Players Shop felajánlásából az ajándékok, de ez majd kicsit később. Nézzük, futójáték. Két jarrot sikerült szerezni belőle. Szépen próbálja egyébként váltogatni a felállásokat, a játékhívásokat a Wolves. És egy maréknyi helyzeten kívül nincs nagyon megsértetve se Bencsics Márk, se az egyik futójátékos a Wolves-tól. Igazából onnan a play indulástól van elég sok idejük. Jól ki tud alakulni a play, futóplay, passplay. Ismét futójáték most a szélre. Újabb futóplay. De ott sincs hely. De az óra ketyeg. Így van, hát ugye nyilván ezt is figyelemmel kell követnie a Budapest Wolvesnak, hogy amellett, hogy haladnak, menjen az idő is, és ezt ugye legegyszerűbben a futójátékkal lehet megoldani. Nézzük, Bencsics kimozog. Jónak tűnik, és elejtette Getcher. Eltett labda. Tisztán volt Getcher. Negyedik kísérlet. Kranec Martin helyezte a nyomást Bencsics Márkra. Egyébként teljesen jól. És szépen le tudott jönni Bencsics, kimozgott. Ő neki nagy erősség ez a kimozgós dobás. Igen, esetleg egy kicsit laposabban kell mozogni Bencsics Márk ellen. Viszonylag gyors irányító. Itt Kranes Martin erre ügyelni kell, nehogy kikerülje. És egy újabb pant. Negyedik kísérletre. És lejárt az óra. És a 23-as Budapest Wolves játékos egy kicsit korán indult, ha jól láttam. Hunka Norbert, úgy gondolom, de majd mindjárt meglátjuk. Én megmondom, hogy most azt a hatalmas hibát követtem, hogy nem néztem Udvar Gyula kézjelzését, úgyhogy így nem fogom megmondani azt, hogy mi volt a szabálytalanság, talán lejárt a támadóra, én meg azt gondolom. Kicsit lapos a snap. Közel is érte. De ugye nyilván hagyják, hisz a saját térfeléről. Térfelére pattan csak el a Wolves labda, úgyhogy az offense-nek most nagyon jó lehetőség nyílik, és nagyon fontos, nem szabad csüggedni, hogy itt pontot kell szerezni. Igazából csak ilyenkor mindig az a legfontosabb, hogy nem azt kell figyelni, hogy mennyi pontot kell ledolgozni, hanem csak a következő pontot meg kell szerezni. És ez kell, hogy nem mert ugye, hogyha most arra
gondolnak, hogy 24 pontot hogyan fognak szerezni, akkor ugye el fognak bizonytalanodni. Nem ebbe kell gondolkodni, abba kell gondolkodni, hogy touchdown-t kell szerezni, pontot kell felrakni a táblára. Aztán meg kell, a végén megkiderül, mennyire elég. Ha magához kap az Antron, ez ebből a meccsben még teljesen bent van, hogy szoros meccs legyen. Ugyanis 3, majdnem 4 perc van vissza ebből a negyedből, egy teljes negyed van még hátra. Ha teljesen elkezdik dominálni a mérkőzést, akkor... És teljesen rossz. Elbeszéltek egymás melletti az elkapok és az irányító. Hát nem így fog sikerülni. Jó, hát ugye már elsőre megpróbált ezt a passzjátékot az Antrones. Hosszú lett. Az, hogy pontosan mi volt a probléma, azt most innen nem fogjuk tudni megmondani, hisz ilyenkor lehet akár a receiver tudta rosszul a rútot, Gombos Bence dobta hosszan, esetleg az elkapó nem futott olyan sebességgel, tehát azért itt vannak hiba faktorok a passzjátékban, ezért szokták egyébként legtöbbször a futójátékot preferálni a konzervatív edzők, abba kicsi a hiba. Nézzük. Tóth Nándor. Ez screen játék lett volna, illetve volt is természetesen, de hát nagyon sok yardot nem sikerült ebből felszedni. Így elsőre talán 2. Hát igen, ilyenkor mínuszból indul az irányító. Sőt, inkább 1. Ez a 2 az kilépett inkább 1. Kilépett a pálya szélén. 3. és 9. Kilépett a pálya szélén, de az óra az fut. Nézzük akkor. Azért az Antrones is kavarja a felállásokat. Gombos kapja. Hosszú a passz, és... centiméterek. Stóth Csaba lent maradt. Hát negyedik kísérlet és pánt fog következni, de sajnos Tóth Csaba pedig megsérült ebbe a nyújtózkodásba. Bár azért... Mert sisakot kapott ott a combra. Igen, azért mondjuk boraszos sportolóknak nehéz nevezni azt, hogy az oldalvonalnál azért megküldöm a receiver, de van ilyen. Hát negyedik kísérletre természetesen rugó lesz, de és hát... hiányzik ember a fancsapatból. Egy personál ember hiányzik. És akkor biztos, hogy még nehezebb és alig tudta elrúgni Zsács György. Még nehezebb dolgok, hogy... tehát ember hátrányból kellett elrúgnia az Antronersnek. És ezt mindezt úgy tette meg, hogy rossz volt a snap is, tehát Zsász György óriásit mentett egyébként ezzel a rugással még. Hát nem mondanom azt, hogy most elkapta a falát az Antrones ennek a mérkőzésnek, muszáj lesz vissza zökkenni. Tehát nagyon-nagyon fontos az, hogy vissza zökkenni ebbe a mérkőzésbe, mert bár a védelemnek azért vannak szép dolgai, de a támadó alakulat most eléggé dadog. És interception Jeffrey Reagan! Zászló! Az talán egy holding. Reméljük, hogy holding. Zászló van a pályán a backfielden, de általában ez holding szabálytalanságot szokott jelenteni, de mindjárt meglátjuk, mit mond Udvardi Gyula. És kérik Jim Ward, hogy kéri, nyilván nem kéri. Nem. Csáblok volt, tehát a támadó alakulat hibázott, de Jabron Reagan interceptionével. És Gyarmati Máté ütötte fel azt a labdát. Igen, Gyarmati Mátét ne felejtsük el megdicsérni, óriási volt, ahogy odaért. Egy az egybe próbálták ugye Gyarmatit lejátszani, de gyönyörű szépen odaütött, és Jabron Reagan pedig leszette a labdát. Ahogy mondtam, a védelem már megrázta magát, most jön a támadó alakulat. Okozzon nekünk körömet most már ez is. Ne csak a fantasztikus védekezések, hanem a fantasztikus. Így van, Gyarmat is megkapja koronáját, hisz azért tényleg nagyon megdolgozott érte. És nézzük meg, hogy sikerült ezt felébreszteni az Antrones támadó egységét. Gombos, belelép, Gombos.
És de lap, picit alacsony volt, de ott volt a Sárga László is. És sajnos ez... The line of scrimmage-nél történt. Én úgy láttam egyébként, hogy nem tudom, ez szabálytalanság, mert ugye a Wolfs kispad felé néz Udvari Gyula, ez azt jelenti, hogy várja, hogy kérik-e a büntetést, vagy sem. Ismét rengeteg hibával játszik az Antroners. Sajnos holding volt a szabálytalanság. Igen. És hogy mindjárt el is magyarázom, hogy miért fontos az, hogy kérik vagy nem. Ugye, ha kérik a büntetést, akkor azt jelenti, hogy első és 20 lesz, de ugye a down jelző, ugye, ha kísérlet, az marad első. Ha pedig nem kérte volna a Wolves, akkor pedig második és 10, tehát a pálya végeredménye lesz ugye a szituáció, de hát nem ez történt, első és 20. Nézzük. Újabb screen pass, és nem tudja. És most viszont... Roughing the passer, úgy gondolom. Bíró viszont oda köszönt. És Hartai meg is kérdezi, hogy miért van erre Bernard szükség. Bernard Dawson egy kicsit későn érkezett. Így igaz, tehát Ruffin passer volt a szabálytalanság, ugye nem az irányítól, miután eldobja a labdát, védett játékossá válik, tehát nem lehet megütni. Ezt szegte meg a Budapest Wolves védelme. Ugye Hartai ezért szólalkozott össze az ellenféllel, hogy erre azért tényleg semmi szükség nincsen. 15 yard büntetés és automatikus első kísérlet a rendkedvéért. Ezzel a két percet nagyon megakadtunk, de ez nem feltétlenül baj egyébként az Antroners oldaláról, hogyha mindenképp szeretnének még itt egy izgalmas rákozatot játszani, akkor viszont kelleni fog. Kelleni fog az idő is. Nézzük, Ryan Tolasoa. Megkapja a blokkokat! Van terület! Ryan Tolasoa! És Marcus Brown egy kicsit pehelsúly volt. Ryan Tulsoához. Igen, Brown maximum csak szóba tudja fölvenni a versenyt Ryan Tulsoával. Igazából. Nagyon szép futás volt, ezt meg kellett húzni most már. Ideje volt. Szóval sokáig tart a hátulnak a szétszedése. Szerencsére idő az van. Négy elkapó, gombos. És megint receiver és az irányító nincs egy lapon. Nincs olyan kommunikáció megfelelően egymás között, tehát azért, vagy legalábbis nem sikerült ezt még kidolgozni rendesen. Ötletnek egyébként jó lett volna, hogy a single oldalra próbálták ezt megoldani, de... És jó szlentel azért ilyenkor jól meg lehet verni. Igen, Tóth Csabának oda feldobjuk a labdát, ő megoldja azt a feladatot, sajnos nem azt a rútot futotta. Igen, a kérdés az, hogy ugye itt is annyiféle hiba lehet. Nézzük, gombos. Ryan Tulsoa. Egyből föl is léptek rá, hát ott nincs hely. Ez a screen passzok, amiket ugye erőltet az Antroners, egyelőre nem mondhatni azt, hogy sikeres. Tehát van benne azért probléma, megint mínuszos játék lett belőle. Erre azért készült a Wolves. Majdnem szegényeket levolvarájnoztam. De ugye készült a Wolves, tehát... Igen, és ezen kívül működött más passplay is. Nem feltétlenül kell visszanyúlni ugyanahoz a screen passhoz. Igen, ezt többször játszottál már az Antroners, és hát egyelőre nem emlékszek arra, hogy ez egy komolyabban bevált volna. De harmadik és 12, 13 esetleg. Nézzük, hogy mit tudnak kezdeni a fiúk. Idő az van. Játék, fölíveli. Endzone hosszú. Nagyon hosszú. És itt 4. és 13. Úgy gondolom, hogy ilyen mérkőzésen egy field goalnak nincs túl sok értelme. Így van, eddig neki kell menni. Hát most neki igazából olyan nagyon-nagyon sokat nem veszít az Antroners vele.
Ugye van helyzet, amikor ugye ezt érdemes megfontolni, én nem gondolom, hogy ez most jött el. Negyedik és 13. Előbb dicsértem a Fehérvári offense, hogy az első fél időben azért jól oldotta meg ezt a 34. kísérleteket. Nézzük, hogy ez most is így lesz-e. Ajj, nem. Nem. És egy sárga zászló. Egy kicsit későn. Kicsit későn érkezett. Kíváncsian várom. Na nézzük, hogy mi a. Igen, hát offensive pass interference volt, innen nyilván nem kérte a Wolves. De sikerült kivédekezni a Budapest Wolvesnak a Fehérvárnak ezt támadását. Egy perccel a harmadik negyed vége előtt, és utolsó játék része utána már ráfordulunk. És azért most már tényleg nem húzom sokáig az időt a tombolával kapcsolatba, nem sokára tényleg be ki fogjuk húzni a maradék Player Shop ajándékokra. Jim Ward, mint az Entronos játékosok panaszkodnak, úgy gondolták, hogy ez nem volt pass interference. Zászló tényleg talán egy kicsit későn jött ki, miután már a védőjátékos a földön hevert és könyörögte, hogy dobjon egy zászlót. Hát de legyünk őszinték, Mária, hogyha most ugye nem is lett volna az, akkor sem, akkor is ugyanez lett volna a végeredmény, tehát ugye nem kérte a büntetést a Wolves. Így van. Hát lényegen sokat nem változtatott volna az is, hogyha... Egy újabb futójáték. Futójáték pedig, van, nem mondtam, hogy nagyon gyorsan hanvába halt, de nem, mert nagyon szépen talpon maradt a Wolves futójátékosa. Második és 89-es elek. Na, ebben nem vagyok biztos, hogy ez így van-e. Nézzük, Bencsics, kimozog, Bencsics. Van helye. És egy nagyon, nagyon kemény blokk. Blindside. Igen, blindside blokk volt. Gecser Máté visszamegy. Hát igen, sajnos szabályos. Ez teljesen szabályos. Az egyetlen egy kérdés lehet, hogy a sisakot érte a ütés, tehát hogy a sisakra ütni tilos, de maximum ez lehet. Maximum akkor lehet szabályos, ugye? De hát a fele tudja. Hát igen, és... Pór Attila egyébként a szenvedő fél. Bencsics már elhagyta azt a területet, amikor az a blokk jött. Igazából felesleges az a blokk. Nagyon szeretik egyébként a támadót, tehát főleg a receiverek szeretik ezeket a blind blokkokat csinálni. Hát igen, ilyenkor a 60 kilós elkapó is tud remekelni, amikor a védőjátékos nem várja, hogy kap egy blokkot, és a sebességgel ilyenkor elég nagy kárt lehet okozni. Egy az egybe biztos, hogy nem próbálja meg ezt Gecser. Hát akkor legyen akkor a tombola húzás, addig is talán nem erre figyelünk. Na nézzük akkor, hogy milyen ajándékot lehet nyerni. Egy darab Crash Bandits, Dr. Neo Confex kulcstartó, bocsánat, ha rosszul ejtettem, a kék 220-as nyerte ezt a remek kis ajándékot. Szintén kulcstartóról van szó, Spider-Man-es kulcstartó, kék 213-as, ugye... Tehát a kék 213-as, egy ilyen Lego Spider-Man-es. És Pór Attila lábán. Kulcstartó. Így van, Pór Attila pedig. Tapsoljuk meg. Hatalmas tapsot érdemel. Nem semmi egy ilyen ütközésből felállni. Így van, egy chipshots után azért sose kellemes. Egy darab Medal of Honor Warfighter hímzett sapka. 255-ös, a kettő kék 255-ös nyerte meg ezt a díjat. És gyorsan még húzok egyet, egy darab Spider-Man mintás termosz, a kék 256-os, tehát a kék 256-os, még kettő nyereményünk marad, ezt majd a térfélcsere után fogjuk meghúzni. És Pór Attila a második safety, akit le kellett hozni a pályáról, így Poprádi Márk lép be safetyként. Szép kis boly alakult ki ott a sérültek között.
És ezt a negyedet engedik, hogy... Így van, engedik, hogy lemenjen az harmadik negyed, és fordulunk az utolsó játékrészre, 34-10-es Budapest Wolves vezetésnél. És akkor maradt két ajándékunk, egy darab Game of Thrones 3D mintás bögre, és nyerte a kék 222-es, a kék 222-es, illetve a Game of Thrones bögrét, és végül, de nem utolsó sorban az egy darab Player Shop vásárlási utalvány. Ez pedig a kék 202-es, ez a kék 202-es nyerte. Gratulálok a győzteseknek, és akkor innentől kezdve már teljesen a futballi a főszerep. És természetesen az ajándékpultnál lehet átvenni a nyereményeket. Nézzük. Egy újabb passz. Passzjáték. Bencs is menekül. Nagyon gyors Bencsics. Meg is tudta oldani. Igen, talán most kezdi bemutatni Bencsics, hogy nem csak passzolni tud, hanem futni is. Így van ugye most. Mellette még remek döntéseket is tud hozni a passzjátékban. Remekül megkeresi a nyitott elkapót. Igen, mozgásból rendkívül jól passzol, és ugye ezért teszi nagyon veszélyessé őt. Passzjáték. És Gyarmati Máté hatalmasat. Egy hatalmas szerelés. Blocking in the back ellenére. Oda tudott érni Gyarmati. Még egy zászló. Biztonság kedvéért. Itt több mint valószínűleg valamelyik játékosnak a kommentját nem tetszett a bírónak. Igen. Verbálisan nem lehet visszajelezni, hogy elégedetlenek vagyunk a hívásokkal a pályán. Nem is illik. A Wolvesnál volt ez a sportszerűtlen magatartás. Hát arra, hogy pontosan mire van szükség, miért van szükség sportszerűtlen magatartásra egy 24 pontos vezetésnél, arra biztos lehet egy viszonylag rövid könyvet írni. Néha csak jól esik, Gábor. Ja, értem. Ugye Down marad, hisz 35. Csimbord azt kérte, hogy mérjék ki a büntetést. Első és 35. Így van, neki teljesen jól mondod. Volt egy első és 40, ma van egy első és 35. Nézzük. Jön a screen pass. És Marsz Mátyás lecsúszik. És kit van a labda? Kit van a labda? És korán fújta a sipszót a bíró. Ez óriási hiba volt most a játékvezető részéről. Hatalmas hiba, belefújt az élő játékban. Igen, elsiette egy picit. Igen, hát egy kicsit korán fújt a játékvezető, én is úgy érzem, tehát hogy egy picit most megértem a fehérvári edzőket, játékosokat és egész szurkolókat. Hát ilyenkor 10-34-nél már, amikor se sikerül, akkor egy picit túl sok a frusztráció, de helyesen, ez nagyon korán jött ez a sípszó. Igen, ez borzasztó korán jött. Ennek ellenére ugye volt egy olyan gombos Bence szek, ami viszont nagyon későn jött, az is érdekes volt. És Gyabrévéke nem tudja megfogni. Így is leszette. Óriási szerencséje volt Bencsics Márknak, mert Zsibrai Régen ujjai között csúszott ki a labda. Lezinski Márk meg nem sikerült neki megfogni Bencsicset. Igen, annyira meglepődött szerintem Lekrinszki, hogy Bencsics nem kellett el kimozogni, hanem benn maradt, és úgy maradt.
Hát igen, van sebesség, különbség a kettő játékos között. Igen, Lekriszki arra készült, ugye, hogy üldöznie kell majd Bencset, és szerintem őt lette meg a legjobban, hogy nem kellett, hanem megállt egy helyre. Ismét a screen pass lehetőségem fennállt. Getcher nem akart többet. Nem is volt meg lehet ezt a Wolves-t rázni azért. Ha nyomást helyezünk az irányítóra, ha az elkapókat egy kicsit szorosabban fogjuk, olyan nagy ez a különbség. Persze én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon-nagyon rosszkor jött az a sorozatos hiba. Tehát annyira mélyre lökte magát az Entroners abba a második negyednek a közepén től. Ugye gyakorlatilag egy fél negyedet adott tényleg az Entroners a Wolves-nak, és nyilván egy Wolves kaliberű csapat ezt ki fogja használni, tehát erről nincs vita. Igen, szerencsére rájátszás ott van. Esetleg bajnokságban találkozni. Nézzük, egy pánt. És zászló, ez buta-buta hiba. Igen, egyébként várt a Storz, hogy mikor eshet el. Igen, ő már látta, hogy mi fog történni. Igen, Storz alig várta, hogy valaki hozzáérjen. Úgyhogy, Poprádi és Gyarmati is mind a ketten nagyon rossz szöget választottak. A frusztráció, ugye, amiről beszélgettünk, hogy... Frusztráció, hogy ilyenkor a mérkőzés elején is volt ilyen szituáció, amikor kikerülte a Panthert az utolsó pillanatban a blokkoló, de most nem akarta kikerülni. És egyébként hozzáteszem, hogy teljesen jogos a zászló, hisz tényleg meghozzétek a Pantherhez, ami egyébként ugyanúgy, ahogy az irányítónál védett játékossá válik, ahogy elhagyja a labdait, ebben az esetben ugye a lábát. Tehát innentől kezdve nincs miről beszélni. Nagyon easy first down csinált a Spes Team, ami egyébként nyilván a védelem fantasztikus teljesítményét nem teszi feltétlenül zárójelbe, de semmiképp sem. Hát igen, mentális hibák ezek. Persze. Igazából a védelmet volt egy lehetőség lehozni a védelmét a pályáról. Igen, az offense nagyon ritkán van fönn a pályán, és most azért azt gondolom, hogy ha fönn is van, ott se tudott egyelőre maradandót alkotni. Nézzük, futás a szélre. Türelmes, nagyon türelmesek. Szépen megy tovább, én azért hallgattam el, mert azt hittem, hogy levitték egyébként. Hát igen, most a bírók úgy döntöttek, hogy most kicsit válnak a Sipsóval. Igen. Lekrinszki áll föl lassabban. És most ugye holding szabálytalansága a Wolves ellen. Így a vége felé egyre több szabálytalanság van. Szerintem ez a mérkőzés mindenképpen másképp fog zajlani a rájátszásban, esetleg a bajnokságban. Itt elég sok lecke van az Entronersnek. Film, videó, elemzés. Biztos, hogy fogják látni, hogy hol vannak azok a kisebb-nagyobb hibák. És hát akkor reménykedjünk, ahogy Mike Wallace, Max Nedelszky, Horváth Péter, Zilai János például felépülnek. Ez négy meghatározó kezdő védőjátékos soroltam föl. Igen. De gyakorlatilag a defense fele sérült, tehát... Igen. Nézzük, van idő passzolni, és nagyon szép passzjáték volt, és egy zászló a pályán. Érdekes elindul. Helyen. Igen, ez kicsit érdekes. És igazából Bencs is meg nem nézett másik irányba, végignézte azt az elkapót, akihez dobott. Egyébként igen. Hát ilyen 34-10-nél talán úgy gondolja, hogy megengedheti magának, hogy nem kell itt cifrázni, nem kell a védőket becsapni avval, hogy másik irányba néz, közben visszafordul és a biztos elkapónak adja a labdát. Offenzív passz interference közben a szabálytalanság. Kovács István pedig egy konzuliumra hívja az udvari Gyulát. Imáron másodjára. Igen. Én azt gondolom, hogy ilyenkor megbeszélik, hogy mondom, készül hogy a legfinomabb. Wolves azért rendkívül jó play hívásokat hajtottak végre egész meccsen. Nem láttam túl sok hibát, hogy szituációban nagyon furcsa play hívások lettek volna. Passzoltak, amikor ment a passz, futották, amikor kellett az időt egy kicsit futtatni. Nagyon okosan menedzselik a játékot a Wolves. Erre még fel kell nőni erre a feladatra. Ez így van egyébként teljesen jogos, amit mondasz. Tehát
jók a playhívások. Tényleg azt gondolom, hogy a Wolves mint bajnok csapat érkezett ide, meg is mutatja, hogy miért ők a regnáló bajnokok. Az Androlesznek föl kell nőni, mert azt gondolom, hogy játék tudásban nincs különbség, vagy nincs komoly különbség, viszont végrehajtás és a mentális dolgokban viszont nagyon nagy a különbség. Ugye nagyon könnyen bele esett abba a hibába az Entroners, hogy nem jöttek a játékok, vagy jöttek a szabálytalanságok, jött egy labdavesztés, és ebben annyira saját magukat frusztrálva léptek pályára, hogy ezt így nem lehet. Tehát az amerikai futballt frusztráltan, nem tiszta fejjel nem lehet futballozni. Tehát ez na de van még 10 perc, reméljük, hogy még tart izgalmas pillanatokat ez a mérkőzés. Igen, azra kell figyelni most tényleg az Entronersnek, hogy ne kapjon pontot is, vigyen, még hogyha ez végén ugye verességgel is zárul, ezt lehet azért szépen is megcsinálni, és azt gondolom, hogy erre kell törekednie mindenképp az Entronersnek, és erre is fog. És ismét egy ilyen első és 30x. Rátolta az offenzik falát. És megint jönnek a cheap shotok. Igen, ott Jabray régen próbálta kiszedni a labdát. Igen, neki ez nagy jelképe, igen, ezt nagyon szeretett csinálni. Nagy speciális mozdulata ez, hogy kitépi az ellenfél kezével a labdát. Bíró időkérés. Ugye ilyenkor, amikor első, második, harmadik hosszú szituáció van, akkor általában a védelem nagyon hátra megy, hogy ne engedjen nagy játékokat, és amit láthatunk a Wolves-tól, hát így lehet védekezni, vagy így lehet támadni ellenük, screen passzokkal, rövid passzokkal, és akkor utána alakuljon ki a játék, aminek ki kell alakulnia. Első kísérletnél pedig azért elég sok dolgot meg lehet próbálni. Ugye a második kísérlet, és elég közel kerültek legalábbis a 30-hoz képest elég sok egy option játék. És őrű szép szerelés, Sándor Mátyás! Igen, Koltai Sándor és Koltai. Mátyás. Nagyon szépen ott voltak, nem engedték, hogy Elek Ádám kiszabaduljon. Harmadik kísérlet. És nagyjából, hát egy közel 20 jár maradjunk ennyibe. Bencsics kimozog. Hát így van, az abszolút zászló volt, ugye az volt, hogy Kranjec Martin nem lehetett átverni ez a kimozgással, és ugye átülelték a lábát Kranjecnak, tehát ez igen, hát elég látványos volt. Igen, akkor Kranjec Martinnak vigyázni kell, hogy ne kerüljön bajba, hogy visszabeszél a bíróknak. Igen, neki ezt kell csak megtanulnia, hogy nem... Neki ez a jelképe. Igen, az a jelképe, igen, hogy beszél. Így van, tehát ugye nem volt sikeres a passzjáték, negyedik kísérletre váltana így a down jelző, úgyhogy inkább Jim Ward ezt választotta, nem kérte a 10 yardos büntetést, hanem tényleg látványos volt, hogy Kranjec volt egyébként nagyon ügyesen levált az emberéről, de akkor az embere utána nyúlt és összefogta a lábát. Nyilván ez amit beszéltünk már az elején, hogy aki nem holdingol, az nem is akart blokkolni. Van ez a kis mondás, van egy kis igazság benne persze. Most sikerül. Nagyon elünk. Szép. Nagyon pont. Szép hosszú. Tóth Nándor hozzáért! Hát én ezt... Hát azt a kutyafáját. Hibák tetején. Hát reménykedjünk abban, hogy a szezon összes hibáját látjuk itt most, és innentől kezdve több hiba nem lesz. A
ugye itt a játékvezetőket hibáztatni, azt gondolom, hogy teljesen felesleges most itt az oldalvonalnál jelzem, mert itt tényleg nem erről van szó. Tehát ez, én is úgy láttam, hogy hozzáért ott Nándor, és aztán utána nem sikerült megszerezni a labdát. Tiszta sor. Háromszor, háromadjára is a védelem van fönt, tehát ugye sikerült kétszer kivédekezni a támadást, immáron harmadjára kell kivédekezni. De rendkívül fárasztónak kell, hogy ez legyen a védelemnek. Nézzük, futás, Danku középen. És ha nem megy passzjátékkal, akkor jön a futás. Második kísérlet. És ugye ez a sok-sok büntetésről ugye nem olyan telt az óra se, vagy az idő se. Tehát most azért 7 perc, 45 másodperc van vissza a negyedik negyedből. Tehát ez viszonylag kevés. Hát igen, ez egy nagyon szerencsétlen hiba volt. A Wolves végre nem tudott előre haladni, mi odaadjuk nekik a labdát, megkönnyebbítjük a dolgukat. És... itt nincs korai sípszó, úgyhogy sikerül a first down. Gombos Dávid volt a futó, inkább falember felépítése, mint futóval, de hát... ha működik, akkor működik ugye ilyenkor. És úgy látszik, hogy épp hogy, de a nyalókák eldőltek, tehát hogy ilyen az első is gól. Bencsics, van ideje, kimozog, Bencsics, megkerüli a védelmet. És itt interception! És egy zászló a play-en. Illegál block in the back lesz is a Wolves részéről, de ugye tüntetés törlik, mert interception fogott Koltai. Bencsics második interception-e. Koltai nem hagyta el a játékot, követte a labdát. Hát nagy nehezen, de sikerült odaadni a labdát. Igen, tud ez az Antonerzi játszani ezzel a Wolves-zal. Abszolút tud velük játszani. Itt inkább a stabilitást, amit a Wolves mutat. Igen. Ők folyamatosan hozzák a jó formát. Igen. Nem ingadozik a teljesítmény. Az Antonerznek egy kicsit még labilis ez a játék. Igen, inkonzisztens az Entroners, tehát valamikor borzasztó szép dolgokat csinálnak, valamikor meg borzalmas dolgokat csinálnak, és ezt kell kiölni a játékból. Még a Wolves azért tényleg hozza stabilan a játékot, nézzük. Novakov, Dávid! Novakov, ott nincs hely. Ott nincs hely, úgyhogy... nézzük, hogy hány yardot sikerült Novakovnak felszednie. Hát innen azért nehéz megítélni, de talán kettőt. Második és 8. Egy biztonsági futójáték. Gombos még beszél Ryan-nel. 3 másodperc van a támadó időből, de sikerül elindítani. Ryan Tovasso, tovább tud menni! Nem volt ez azért ez rossz futás, főleg abban a tudatában, hogy 2-3 ember is lecsúszott róla. Igen, itt a legnagyobb baj a futójáték az Entron, ezek, hogy a linebackereket abszolút nem tudják blokkolni, a második sorban nem tudnak átjutni, és eredményes blokkokat adni Ryannak, így ahogy áthalad a védőfalon, ott konkrétan az arcában találkozik a linebacker sorral. Igen, és egy viszonylag jó linebacker azért nagyjából nullán vagy egyen azért tudott odaér, tehát innentől kezdve borraszon nehéz futni. Hú, egy kicsit... alacsony snap. Gombos megindul! Gombos. Ott nincs hely. Hát igen, ez nem egy magabiztos futás volt. Megpróbált a Gombos megfutni, nem sikerült. Ugye hiányoltam azt, hogy az offense nagyon keveset van fönn a pályán, hát ezzel nem sokat növelte a pályán töltött perceket, mert hogy sajnos ez 3 and out, és ismételten el kell rúgni a labdát. Nagyjából 3 yardot sikerült felszedni ebből a támadásból, ami nem annyira sok.
Nézzük, jó a snap. Zsázsér pedig elrúgja a labdát, és Ferkecset kért. Gecserekét nagyon jól tette, hisz nagyon jó field pozíciót kaptak így. A saját, vagy az ellenfél 36-osáról támadhatnak. 34-10. Elég régóta az eredmény, aki egyébként csak most kapcsolódik be. Ugye az első negyednél kifejtetten élvezetes, pörgős, jó mérkőzés volt. Aztán volt egy hullámvölgy az Entronelsnek a második negyed közepén, ahol három társadalmat is szerzett a Wolves, és azzal gyakorlatilag ez az előny, ez kitart bőven, még a harmadik negyed elején is sikerült tovább növelni a különbséget. Azóta pedig a Wolves az öli az órát, leginkább az Entronelsz pedig nem tud igazából megvillanni offense részről. Újabb futás középen, Gibran Regan pedig odaér. Második kísérlet. Ugye futás miatt megy tovább az óra. Ugye van ideje a bencsisnek át is hívni, hisz gyorsan fölálltak. Ugye egy az egybe van a cornerével. Az elkapó is ugye ezt jelezhette talán, de nem ezt jelezte, hisz futójáték. Poprád itt még lerázza. Azán gyorsan le is ment. De megvan a first down ezzel a futással. És akkor hát igen, a Wolves is most már az alapplayekhez nyúlnak. Igen, nekik se kell most már feltétlenül megmutatni mindent. Azért még ezekkel az alapplayekkel is tudnak előre haladni. Támadófal nagyon szépen blokkol Wolvesnak. Jó dolgoznak. És tudnak mozogni át a linebacker short is felszedni. Nagyon fontos a futójátékoknál. És ez egy szélső futás. És ott nincs hely. Nagyon szép munka volt, nagyon szép team. Tekölt láthattunk. Második kísérlet következik. -2 yardot talán ért ez a dolog. De mindjárt ki fog derülni, ez inkább egy. De sikerült negatívba szerelni, ez is fontos. Második és 11. Nézzük. Passzjáték, jó a screen pass. És ott egy zászló van a pályán. Pontosan nem értem, hogy mi volt a zászló. Szerintem offensive pass interference lesz egyébként, mert a szélén blokkolt, mint ha blokkolt volna már előre. Kettes a Wolves-tól, nincsen fent a rosteren. Bartos Ferencre dobhatták esetleg, de mindjárt kiderül. Nem, holding szabálytalanságot ítéltek. Igen, mert valószínű, hogy a line of scrimmage mögé érkezett ugye a labda, való, tehát egy screen passnál azért ez mondjuk úgy, hogy elég gyakori. Ilyen szabálytalanság helyétől kell kibérni. Közeledünk a meccs végére. Kicsit kevesebb, mint 2,5 perc van vissza a mérkőzésből. 2 perc 23 másodperc van a mérkőzésből, a sok szabálytalanságtól azért nagyon tényleg lelassult a játék. Nézzük, egy kimozgás, Bencsics, és gyönyörű szép volt! Sándor Mátyás, aki csereként állt be Max Nedelszky helyére. Rendkívül sebessége érkezett Sándor Mátyás. Igen, Max Nedelszky egy borzasztó erős játékos, nagyon jól olvas, iszonyat rutin, és nyilván nagyon is hiányzik a defenseből. Viszont Sándor Mátyás egy fiatal, tehetséges, borzasztó gyors linebacker, tehát
Itt is szépen fölvette a versenyt Bencsics Márkkal, és le is tudta vinni. Harmadik és 18-19. A szek után jöjjön, nézzük passzjáté... Bencsics, és inkább lemegy Bencsics. Bencsics nem tud eldönteni, hogy fusson, repüljön, feküdjön. Igen, ugye megpróbált ugye futni, de észrevette, hogy nincs blokkba egyik védőjátékos sem, és azért így kockázatos lett volna. Egyébként tényleg ekkora előnynél miért próbálná meg, tehát most pontosan teljesen felesleges. Lement, és negyedik kísérlet. Nézzük meg, hogy Benjamin Lyons megpróbálja-e a rúgást, és én úgy látom, hogy szerintem igen. Hát igen, gyakorlásnak. Gyakorlásnak bőven belefér. Szerintem időt fognak kérni még a rúgás előtt, bár lehet, hogy nem tévedek, vagy lehet, hogy tévedek. De szerintem időt fognak kérni az utolsó pillanatban. Esetleg ugye megpróbálják beugrasztani ilyenkor a védelmet, hát hogy a 5 yardal még közelebbről lehet rúgni. Akkor számolgassunk, hány yard lesz ez így. Nagyjából olyan 36, olyan 55 körül lesz szerintem, de majd meglátjuk pontosan. Ugye alapból 46 yardra van a kapu, de ahhoz még ugye hozzá kell adni azt a távolságot, ahol van leteszi a holder. Ez egyébként sokszor könnyű kiszámolni, de itt Magyarországon sokszor változik. Valamikor 10 yard távolságra vannak a long snapet, valamikor 7-re. Standard egész 7 yardot szoktak mondani, 7-8-ot. Ugye meglátjuk, hogy itt a Wolvesnál hogyan teszik ezt. 8. Ja, tehát 54 yardos field goal kísérletet fogunk látni. És ez nem mindennapi próbálkozás. Igen, Benjamin Lyonsnak most már azért ez viszont nehezebb. Ez a dolog. Elment a labda, és nem sikerült, de nagyon kevés nem sokan kellett. Múlott. Nagyon nem. Kevés kellett hozzá. 29 másodperc van vissza a mérkőzésből, 34-10-es Wolves vezetés. Még a mérkőzés elején attól féltem, hogy nem tudom elmondani minden információnkat, mert annyira pörgött tényleg a mérkőzés, így a vége fele meg már gyakorlatilag kifogytam az információkból, mert mindent el tudtam mondani. Nézzük akkor, hogy az Entron ezt nem dönt úgy, hogy letérdeli. De ne felejtsük el, hogy holnap lehet vigasztalódni, holnap is mérkőzés van. Még az osztrák bajnokságban Novakov pedig nyer 2 yardot még az ugrásával. Sikerül egy 3 yardot futni, tehát ne felejtsük el, holnapi nap 14 órás kezdéssel jön az osztrák bajnokság folytatása. A hibátlan Entronerszel természetesen. Tehát aki úgy érzi, az mindenképp, és van egy kis szabadidejére, látna egy kis futballt, még ezek után, én azt gondolom, hogy kilátást tartson ki, és azt tudom tanácsolni, és ebben a pillanatban lejár a mérkőzés ideje, és Udvari Gyula be is mutatja. Hát, én a végeredménnyel búcsúzok, és megköszönöm mindenkinek a figyelmet. Budapest Wolves, Entronersz 34-10. Köszönjük szépen!